Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai estén, és ha emlékezetem nem csal, az egyik kötet már Nagyváradon nem olyan régen sorra került, ugye a Kőtörő főcíművel már foglalkoztunk, és azért érzem különösen szerencsésnek magam, hogy a Duna Evangéliuma kapcsán is beszélgethetünk, mert lehetetlenség volt a téma végére érni. Emlékszem, hogy jó hosszan igyekeztünk belemélyedni. Tehát most lesz időnk egy sor akkor nem igazán érintett dolog részletesebb kifejtésére. Úgyhogy másként is kezdem, közben kérem az első képet a témával kapcsolatban, a térképet. Nevén nevezve, mivel magyarok vagyunk és magyar őstörténetről van szó, egy egészen eltérő megközelítési módot választottam a könyveimben, másképpen, mint általában, ahogy az őstörténetről szólunk. Ennek annyi az előzménye, hogy nagyjából 84-85-ben a Műegyetemen leültünk így többen egy kört alkotva, például a Makovec, a Pap Gábor, a Molnár Jóska, Szörényi Levente és így tovább, és arról beszélgettünk, hogy ki mit vállalna föl egy pici szeletet a magyarság kultúrájában, őstörténetében, amit könyvben, vagy zenében, vagy hasonló művészeti vagy filozófiai eszközökkel ugye a népünk, a nemzetünk számára oda tudnánk adni. És amikor rám került a sor, rádöbbentem arra, hogy olyan komoly szanszkrit nyelvű forrás maradt a magyar őstörténet kapcsán, hogy gondoltam, hogy akkor én ezt bevállalom, és addig két könyv született ebben a témában, hát majd most megy nyomdába a befejező harmadik része, mert lehetetlenség volt besuvasztani, még így 1000 oldal sem fedi a tényleges tartalmi dolgokat. Rátérve a lényegre, valami egészen különleges és egyetemes dolog, ami a sajátunk. Nevén nevezve, ha akarnánk adni egy nevet a magyar vallásnak, vagy ideológiának, vagy filozófiai felfogásnak, akkor azt kéne mondanunk, hogy egyfajta fényvallás, méghozzá a legősibb időkbe vezető fényvallás, aminek a lényege, hogy maga az örökkévaló lélek, vagy a szívünkben lévő tudat a fény, és a legfelső fény pedig maga az istenség. Tehát voltak éppen, amikor az ellenkezőjébe érkezünk, amelyik korban most élünk, arra nyugodtan mondhatjuk, hogy ez meg az elsötétedésnek a korszaka. Tehát lehetetlenség megérteni a népünk gyönyörű és tragikus pillanatait, hogyha nem merjük elhinni, vagy valamilyen oknál fogva nem fogadjuk el, hogy mit képviselt valamikor. Mivel a végén már általában fáradtabbak vagyunk, meg sok az adat, hadd mondjam el az elején, hogy egy olyan korszak végére értünk, ahol egyfolytában csak mi süllyedtünk és veszítettünk teret ideológiában, hazákban és egyebekben, tehát voltak éppen benne vagyunk egy olyan gyönyörű ciklusban, amit mi úgy mondanánk indiai nézőpontból, hogy mi karmikusan megfizettük a magunk adósságát. Tehát túl vagyunk az állandó csatavesztéseken és szétesések korszakán. Nem azt mondjuk, hogy bűntelen a magyar nép, de a helyzetét, a létezéshez való hozzáállást, hát hogyha tekintjük, mindenképpen egy gyönyörű korszak előtt áll, sőt már benne is vagyunk. Tehát egyfajta felemelkedésben. Ugye a legsötétebben, hogyha a Tao szimbólumait válasszuk, az a világ két hatalmas ritmusa, a pusztulás meg a teremtés. Most abban a korszakban vagyunk, hogy a fekete halacska szinte mindent elnyer, emlékeztek erre a Tao szimbólumra, de mindig marad benne egy kis fehér. És hát ez a mag, vagy a szem, tehát a magyarság, ilyen hasonlatot, hogyha választunk, és lassan ez a fény hízni kezd, erősödni kezd, komolyodni kezd, úgyhogy kibontakozóban vagyunk. Hát általában véve bármerre járunk, ezt nehéz elhinni, bár már nem lóg annyira az emberek orra Pozsonytól Kolozsvárig, ha járunk ebben a témában. Igen, és egyre többen bizakodnak, nem csak anyagi dolgokban, hanem lelkiben is. Én azt szeretném indításképpen mondani, hogy magyarságunkat megérteni Isten nélkül, vagy a lélek nélkül lehetetlen, mert a különbség a magyar és a nem magyar dolgokban nem ott húzódik, hogy mi más nép vagyunk, vagy különb, mint a többi, hanem abban, hogy hogyan gondolkoztunk, és ennek mi az ára. Ugye egy gyönyörűséges helyen vagyunk, a kereszténységben van ez a gyönyörű mondás, hogy akire az Úr sokat bízott, attól többet is kér számon. Tehát, hogyha valaki vállalta a folyamat végét, ha tekintjük a krisztusi felfogást, a fényt, az isteniségnek a természetét, és ezt próbálta képviselni személyként és nemzetként, annak a mögöttünk levő korszak egyszerűbb szavakkal nézve egyáltalán nem kedvezett. Tehát metafizikailag nézve egyfajta természetesség van abban, hogy idáig jutottunk. Olyan rövid azonban az emberi élet,
hogy szinte nem hisszük el, hogy természetes módon következik a feltámadás, amikor a fény újra előre kap, és mindazok az emberi lények, akik ezt mindig is vállalták és képviseltek, egyre tisztábban, egyre derűsebben, egyre kreatívabban látják azt, hogy mit tehetnek és hová juthatnak el, és ennek meg lesz a megfelelő gyümölcse. Tehát miközben minden széthullik, valójában mi azt mondjuk, hogy minden átalakul, és számunkra végre nem kedvezőtlen formában. Tehát ezt gondoltam egy kis bevezetésnek, és azért vetítjük ezt a képet, talán a kőtörőfű kapcsán is szóba hoztuk, mert az utolsó mérhető még tiszta pillanata az emberi történelemnek, az három egyébként összefüggő kultúrához kapcsolódik. Egyszerre merült fel Egyiptomban, Mezopotámiában és az Indus-Szaraszvati civilizációban, és a Duna Evangéliuma című könyvünk egyharmadában nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ezek a civilizációk csak nem egy nyelven beszéltek, egyformán gondolkoztak, tehát amivel meg szoktuk döbbenteni még a jószándékű magyar keresőket vagy gondolkodókat is, hogy lehetetlenség úgy megérteni a, nem is hazát mondok, a népünknek vagy a nemzetünknek a történetét, hogy rémülten megállunk valahol a Szent Istváni időszaknál, és azt gondoljuk, hogy előtte nem volt semmi, csak a pogányság. Mi nézőpontunkból egy szerves fejlődés következménye volt az a Krisztus kép és az a lelki felfogás, amit a magyarság képviselt. És ugyan a könyv még messzebb megy, de már otthon gondolkoztam, hogy ezt már igazán nem lehet bevállalni másfél-két órába, mint amit a könyv tartalmaz, hiszen aki olvasta közületek, és tudom, hogy többen így vagytok vele, hát nem lehetett nem beszélni Atlantisról, vagy még régebbi korokról, ugyanis teljesen téves az a felfogás, hogy van egy 6-8 ezer éves emberi történelem, és előtte nem történt semmi. Tehát hatalmas ciklusok vannak, óriási átmenetek, teljesen más filozófiák, lelki kötelességek és tartalmak, ami mindig érinti az emberi kultúrát, de ahova egy este most reálisan visszaléphetünk, az ennek a háromnak az egysége. Nevén nevezve, mindhárom társadalomra jellemző volt az, hogy nem csupán vallásos volt, hanem ismerte azt a folyamatot, amivel egy ember túljuthatott a testtudatán. Tehát leegyszerűsítve közben jött a következő kép. Ezt azért szeretem mutatni, mert még a régészek is azt hiszik, hogy mezopotámiai ásatásról van szó, de ez véletlenül egy Indiában előkerült utca részlet, az egykor gyönyörűséges és hatalmas Szaraszvati folyó partján, hogy a sivatag megőrizte a régi városokat, tehát négy emeletes fürdőszobás elképesztő épületek, Krisztus előtte a harmadik, negyedik évezredből. Tehát számtalan, több száz képünk van, a könyv tartalmaz, vagy egy tucatot ebből a témából. Olyan különleges India éghajlata, annyira száraz ez a terület, 120 várost ástak ki eddig, talán a következő térkép az jobban mutatja. Voltaképpen erről van szó, 600 ezer négyzetkilométerre maradtak fent magyarul is értelmezhető városnevek, kiásott települések, egészen különleges dolog, ami hát elég kicsi a kép, mivel hátul nem mindenki láthatja, itt a középpontjában van egy város, ami a leghatalmasabb volt, az a neve, hogy Mehgar, az angolok szerint. Tehát még véletlenül sem magyar, vagy magar, vagy magor, mert akkor ugye mindjárt óriási baj van, holott ez a hunok egyik őshazája felé húzódik, a Tárim-medence irányába, ugye Indiától, ha tekintjük, akkor az északnyugati terület felé. Tehát voltaképpen nem kevesebbet állítunk, mint hogy hosszú időn keresztül folyamatosan egy csodálatos, a mi nyelvünket beszélő óriási civilizáció volt ezen a területen. Én személy szerint erre bukkantam rá, nem is ez érdekelt. Engem a indiai filozófia és vallás történet érdekelt, nem a magyar őstörténet. Sok-sok évvel ezelőtt egyszer csak döbbenten fedeztem fel ezeket a forrásokat, és döntöttünk úgy a 80-as években, hogy amit lehet, ezt áthozunk így a magyar tudatossággal. Tehát összefoglalva, mind a három civilizáció igaz volt, hogy kommunikált egymással, három szinten élték az életüket. A nép általános tömege kapott egy valamilyen szintű vallásos társadalmi vezetést, a kicsit fejlettebb réteg be lett avatva egyfajta napmítoszi vagy asztrálmítoszi csillagvallási tudatosságba, és hogyha egy piramisnak fogjuk fel ezt az egész képet, a legfelsőbb réteg kapott olyan beavatást, aminek az volt a lényege, hogy még életében legyőzte a halált, vagyis tapasztalhatta, hogy nem a fizikai test az éne. Ez azért nagyon lényeges, mert el kell ismerni a vallás nagyszerűségét, hiszen kiemelte az embert az állatvilágból. Látható, hogy most, mivel nincs vallás a világban igazán, hogy bánnak az emberek egymással, hogyan élünk a társadalomban, és mi az élet értelme vagy célja. De azt már kevesen tudják, hogy például, ha mondunk egy szép katolikus, hogy anyukám sekrestyés volt, tehát papok neveltek bennünket, számtalan
szerzetes barátunk is volt. Ha árnyalni szeretnénk a képet, bizonyos szempontból, mondjuk az odaadás minőségét tekintve, különbség van egy a világban működő pap, ugye, és egy szerzetes között. Hiszen a szerzetes egy nagyon komoly kontemplatív befelé fordulással, hogy mondják, egy 100%-os lemondással ajánlja Istennek, Krisztusnak az életét. És ez elmondható természetesen egy lelki pásztorra is, de ugyanakkor nyilvánvaló, hogy van minőségi különbség, hiszen akkor miért van külön szerzetes és miért van külön pap? Tehát, hogyha illusztrálni szeretném, ez volt a különbség mindig, hogy volt, aki 100%-ot adott az életéből, hogy elérje azt a fajta megvilágosodást, vagy krisztusi emberi létet, ahogy most mondhatnánk. Volt, aki erre nem volt képes, de komoly lépéseket tett. De általában véve is igaz az, hogy a népnek is bőven jutott egy olyan jellegű tanításból, hogy elképzelhetetlen volt a materializmus. Tehát teljesen mást képviselt ez a kultúra. Jöjjön mondjuk a következő kép. Ez a kettő lett a kedvenc mottom, ami végül is eldöntötte, hogy a témával foglalkozom. Ugye hát Kalkutában kerestem, kutattam, mindig az volt Indiában a kiinduló bázis, ahonnan elkezdtük a utazásainkat, és hát nem sokkal az utolsó útja jött, Körösi Csama Sándor ugyanabban a könyvtárban volt könyvtáros, ahol mi is voltunk többször. Én ráadásul szegedi vagyok, és a Dom téren van egy gyönyörű síremléke Körösi Csomának, és mindig olvashattuk gyerekkorunktól kezdve ezt a szép mondatot, amit ránk hagyott, keressetek, kutassatok, mert a világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának gyarapítására, mint a magyar társadalom az ősi indiai kultúra tárházában. Vagyis rádöbbentem arra, hogyha elgondolkoztak azon, elnézést a tegezésért, ha megengedik, vagy megengeditek a lelki kultúrában, ezt általában megszoktuk, hogy mint lelkek, testvérek vagyunk, tegeződhetünk. Az egyik fő problémánk az, hogy alig bírjuk összerakni az igazán hiteles magyar őstörténeti forrásainkat. Most képzeljük el, hogy van egy ország, aki rongyokba jár, de 6000 éve a szanszkrit nyelv különböző változatain dokumentálta az emberiség teljes történelmét. Tehát nem igaz, hogy elvesztek ezek a források. És ahogy nyitott ki a puránákat, upanisádokat és a többi óriási írás, ráadásul ez a kultúra folyamatos párbeszédben volt Mezopotámiával és Egyiptommal, azért talán, ha visszamennél arra égetett kép, téglás városképre, nézzétek meg, aki ismeri a sumér romokat, az azonnal látja ezt a hihetetlen hasonlóságot. Tehát erőltetés nélkül mondhatjuk, hogy nem csak az ad értéket a szanszkrit nyelven fönnmaradt írásoknak, hogy eleve az egyetlen folyamatos kultúra a világon, hanem az, hogy folyamatos kölcsönhatásban volt a sumérrel vagy a mezopotámiaival, amiről tudjuk, hogy senki sem vitatja, hogy az emberiség bölcsője. Ugye erre majd visszatérünk, esetleg a Körösihez, ha visszamennénk. Ami másik érdekesség, mikor Balatonfüreden gyógyult Rabindranath Tagore, ugye helyes kiejtéssel Tagore, már rá is szoktam erre, tehát hogyha szanszkritül vagy bengáliul mondjuk, akkor Rabindranath Tagore, ugye azt jelenti Rabindranath, hogy a napisten, mint úr. Mint hogyha azt mondanánk, hogy napúr, a Tagore vagy Tagore azt jelenti, hogy mester. És hát szívrohamot kapott Budapesten, ha valaki ismeri a történetét, és a korányi báró elvitte Balatonfüredre gyógyítani. És akkor írta ezt az édes kis sort a naplójában, ami így megmaradt, hogy szívemet hozzád küldöm Magyarország, kit nyugaton először csókol homlokon a mi áldott keleti napunk. De miért írt ilyet? Hát azzal az Ajti Ferenccel volt a turáni világszövetségnek az első elnöke, Rabindranath Tagore, vagy Tagore, aki 1919-ben magyarra fordította az Endavesztát, tehát Zarathusztrának az ősi tanítását, tehát Zarathustra egy hun, pártus hun mester volt, nem tudom ki mennyire ismeri így az ősi kultúrát vagy szent könyveket. Voltak éppen óriási hatással volt az emberiség civilizációjára, majd nem sokára beszélünk is róla. Hát pont amikor az úgynevezett tanácsköztársaság és Trianon jön, akkor ez a fantasztikus bölcs, ugye az Ajti Ferenc Tagoréval összefogva, vagy Tagorral összefogva lefordítja az Endavesztát, amit még mindig nagyon kevesen kutatnak, mint forrást a magyar őstörténet tekintetében. Hát akkor jöjjön a következő kép, és egy kicsit jelöljük ki a történelmi végzetet, ugye innen jönnénk most előre. Azt előre bocsájtom, ebben a teremben, mivel olyan helyen vagyunk, ahol az Úr oltalmaz bennünket, beszélhetek őszintén, nem hiszem, hogy létezik, nem csak más nép, de a magyar számára különösen anyagi vagy gazdasági feltámadás.
Tehát, hogyha mindannyian abban gondolkozunk, hogy a magyar nép attól fog föltámadni, hogy komolyabb közgazdászai lesznek, vagy politikusai, mint eddig voltak, szerintem az tévedés, mert valami egészen más jellemzett bennünket szívben és gondolkodásban. Tehát, hogyha nem testtudatban gondolkodunk, hanem elfogadjuk Isten nagyságát és édességét, akkor rá kell döbbennünk arra, hogy a gondolkodásunk és érzésvilágunknak vissza kell zárkóznia ehhez a tudáshoz. Ez fogja maga után vonni, mondjuk ki úgy, hogy a nemzet feltámadását. Különben akkor lehetnénk amerikaiak, vagy németek, vagy japánok, és reformálhatnánk az adókat, meg a különböző gazdasági dolgokat. Ha egy magyar így gondolkozik, akkor nagyságában nem magyar. Második szinten, nyilván mert realitásnak is kell lennie, rendbe kell tenni az ország vagy a nemzet anyagi dolgait, de mi úgy látjuk, hogyha fejben és szívben nincs rend, bátorság, tehát hogyha kompromitált anyagi létet élünk, akkor szinte minden reménytelen, mert egyébként mi a különbség? Tehát mohó, érzéki és anyagi népek mindenütt vannak, nem csak Európában. Csak ez a nép azért kapta ezt a sorsot, és erre kevesen mernek gondolni vagy emlékezni, mert nem ilyen volt. Nem ilyen volt. Ha idézzük mondjuk Petőfi Sándornak a kutyák és a farkasok, de hát ugye a farkasok dalában mondja, hogy fázunk és éhezünk, átlőve oldalunk, részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. Tehát a szabadság az belül van. A szabadság az a lélek tudatossága, vagy legalább a halhatatlanság remélése. És akiben ez nincs ott, az nem tud gyönyörű vagy szép dolgot képviselni vagy végrehajtani, ez a világ pedig, ahogy él, és amit létrehozott velünk, csak a mi életünket, ha tekintjük, éppen nem az példázza, hogy tele van szeretettel, tele van kereszténységgel, nem? A megértett Jézusi tanításokkal és könyörülettel, tehát nem ezt mutatja, hanem pont valaminek a döbbenetes hiányát. Tehát amit én Indiában tanultam, egyébként Hanvas Béla az gyönyörűen feszegeti a Sciencia Sacra című könyvében, de erre igazából akkor lettem figyelmes, hogy hát 30 éve járok ki Indiába és tanulok rendszeresen, hogy ők két történelmet tanítanak. Az egyiket mi miattunk, a fehér ember miatt. Ezt úgy hívják, hogy satria történelem, vagy lovagi történelem. Ez a háborúk, a gazdasági küzdelmek, a mások kifosztásának talpra esett evolúciós történelem felfogása, és van egy titkos történelem, ami a léleknek a kalandja. Az olyan emberek történelme, akik arra teszik fel az életüket, hogy legyőzik azt a tévképzetet, hogy az ember az elméje és a teste, és utána semmi nincsen tovább. Hogy csak úgy megnyilvánult, mindenféle előzmény vagy következmény nélkül, és a létezésünknek az érzékkielégítés az értelme. Tehát szerencsés nép vagy ember az, aki sokat ehet, rendelkezik a szerelemmel, és a gazdasági bőséggel és oltalommal, és szerencsétlen, aki nem. Hát ez egy óriási tévedés. Ez egy hatalmas különbség a régi magyar és a mostani európai gondolkodás között. Jöjjön a következő kép. Van egy vízválasztó, egyébként itt jegyzem meg, hogy egészen a közelmúltig például a katolikus egyház sikeresen harcolt az ellen, amit itt éppen vetitek. Nem tudom, mennyire látszik hátul is a kép. Még csak most kezdtük nemrég, úgyhogy üljetek csak le. Szerintem be lehet még kapcsolódni. Amit vetítünk, ez a bécsi szabadkönyves Páholynak a címere 1742-ből, és azért kell, hogy vetítsem, mert rá kell mutatnom arra, hogy van egy nagyon következetes, 300 éve kifejezetten nagy erővel előre haladó filozófiai, ideológiai rendszer, ami át és átszövi az egész európai, amerikai gondolkodást. Ázsia partjainál szerencsére megáll, tehát egyelőre India és Kína bevehetetlen a számára. De például Japán nem, tehát azt kivégezte. Tehát a japánok, ha valaki járt ott, az európaibb akar lenni, meg amerikaibb, mint bárki. Ugyan még vannak ilyen szamuráj romantikák, meg hasonló, de a Japán az elesett. Tehát India és Kína még nem. Egyébként nem őket imádjuk, csak valamilyen oknál fogva arra akarok rámutatni, hogy amelyik nagy nép valamit megőrzött a saját hitéből, azzal nem bír elbánni ez a rendszer. Na most, mivel a magyarságban óriási volt a történelmi emlékezet, és a Krisztusba vetett hit, amiről külön szeretnék beszélni, mert egy picit más felfogásunk volt, mint a nyugatnak. Ezért olyan gyorsan nem lehetett ezt az országot, vagy ezt a népet megingatni, vagy összeroppantani. Tehát egy folyamat, egyébként nem csak ránk kiterjedő folyamat, eredménye az, amit az előbb vetítettünk a trianoni térkép kapcsán. Tehát egyébként, aki jobban ismeri a szimbológiát, az tudja, hogy Salamon királlyal kapcsolatos szimbólumokat tartalmaz a szabadkönyvesek minden címere, minden ábrázolása. Utoljára a Szovjetunió és az NDK alkalmazta nyíltan
ezeket a szimbólumokat, a sarló és a kalapács, a háromszögű vonalzó, meg ezek a dolgok mindig is benne voltak a kommunista ornamentikában is, vagy szimbólumrendszerben. Tehát a 80-as években nem állhatnék itt, és erről a témáról nem nagyon beszélhetnénk alapvetően. Röviden, Bécsből irányítva egy Martinovics Ignác nevű, egyébként a történelemben jogtalanul földdicsért magyar ügynököt bíztak meg azzal, hogy léprecsalja az akkori magyar nemesség színejavát, hogy a vége az legyen, hogy a vérmezőn ismerjük ugye a történelmet, a magyar jakobinus mozgalomnak a végét, hogy a vérmezőn időben a nemességünk színejavát kivégezzék. Sok nyelven beszélő, gyönyörűen író, fantasztikusan felkészült, krisztusi lelkületű embereket csalt be ebbe a szervezetbe, árulta el őket, de mivel olyan sokszor csapta be az udvart is, a szabadkönyveseket is, meg a magyar nemességet is, végül a karma utolérte, hogy mindjárt mondjuk is őt is lefejezték. Tehát ennyiből ő sem úszta meg a dolgot végeredményben. Ennél nagyobb baj történt azonban az európai történelemben, jöjjön ez a következő kép. Tudom, hogy néhány kép már volt, csak azt is tudom, hogy lehetetlenség egy hallásra bekapcsolódni a dolgok mélységébe. Két óriási világbirodalom emelkedett fel Európában, aminek köszönhetjük azt a rendszert, ami most van. Az egyik, amit most először vetítünk itt felül, ez a II. Rudolfhoz tartozó német-római császárság. Prágában volt a székhelye, ez az elmosódó kép, ez a híres Lőv rabbinak a sírja. Ez a császár nem keresztény volt, hanem kabalista. Tehát a történészek pontosan tudják, aranyat akar csinálni. Ennek óriási, egész életében más sem érdekelte, csak hogy lehet aranyat csinálni. Higanyból, ólomból, tehát majdnem beleőrült ebbe, semmi más nem is foglalkoztatta. Ennek rendkívül jelentősége volt, miközben ő volt a Szent Római Birodalom császára, Magyarország királya, meg egyebek. El lehet képzelni, hogy ennek az embernek mi járt igazában az eszében. Hát annyit mondhatunk, hogy nem az egyházi tanácsadókra hallgatott, vagy a keresztény bölcsekre, hanem még nagyobb baj, hogy ugyanezt történt Angliában is. Hátul nem látszanak ezek a képek. Első Erzsébet királynő van a középpontban, és egy John Dee nevű szintén kabalista mester volt, hogy úgy mondjam, a lelki tanítómestere Erzsébet királynőnek. A jobb keze pedig egy nemesi rangra emelt kalóz, ez a Sir Francis Drake. Nem akarom húzni az időt, mert komolyabb témákról szeretnék, magyar témákról szeretnék bővebben beszélni, csak ennélkül nem értjük, hogy miért érünk így. Röviden, Anglia ebben az időben lett a világ kalóza és a világ tengerek ura, ugye foglalt el mindent, tudjuk, Amerikától Indiáig, ez nagyon lényeges dolog, míg a szárazföldi nagyhatalom ugyanebben a filozófiai rendszerben terült rá mindenre. Tehát mondhatjuk, hogy a német birodalom a szárazföldön, Anglia pedig a tengereken körbevelte az akkori világot. Jöjjön a következő kép. Nekünk meg ez alatt a hasunkban volt a török, ugye? Magyarul már voltunk olyan helyzetben, hogy szét volt szaggatva az ország. És éppen jó helyen vagyunk, hiszen az erdélyi fejedelemek és az erdélyi magyarság áldozathozatalának köszönhetjük, hogy egyáltalán beszélünk magyarul és vagyunk. Aki ismeri ezt az időszakot, azt tudja. Tehát Bocskai Istvánra gondolok, Bethlen Gáborra és a többiekre, nekik köszönhető, hogy a magyar kultúra és a magyar nép egyáltalán fönnmaradt. De legfőképpen erről a csodálatos emberről szeretnék pár emlékező mondatot mondani, II. Rákóczi Ferencről, akit ugye igyekeztek, mint Zrínyi Ilona fiát, tökéletesen Habsburg hűvé és magyar ellenessé nevelni. Ennek ellenére az első adódó alkalommal a magyar szabadságharc élére állt. Ezt jól ismerjük, mellette ezt a Kolonics Lipótot szeretném a figyelmetekbe ajánlani, akinek fönnmaradt Rákóczi naplójában egy híres mondása. Ezt mondta mindig a kisfiú Rákóczinak, ugye őt nevelte. Én Magyarországot előbb rabbá teszem, aztán koldussá, végtére katolikussá. Már elnézést, de így hangzott el. És hát ténylegesen meg is csinálták a Habsburgok ezt Magyarországgal, tulajdonképpen kivéreztünk rajta. És nézzük, mi történt tovább. Nagy ugrásokkal megyünk, hogy rá tudjunk térni a filozófiára. Ez már 1849-nek a következménye, ugye a magyar vértanúk és az első magyar miniszterelnök kivégzését ábrázolja a kép. Jöjjön a következő. Remélem, hogy ezt a múltkor már mutattam nektek. Szeretném elmélyíteni ezt az összefüggést, és most pár új adalékkal kiegészíteni. Nem hinnénk, hogy 300 éve milyen következetes rendszer
pusztítja, mondjuk úgy, hogy a Krisztushoz, vagy a lelki fényességhez, a belső tisztasághoz vonzódó emberek világát. Ugyanis ez egy orosz nyelvű érdemérem, amit az orosz felsővezetés vagy tisztikar kapott. Hát ugye jó helyen is vagyunk. Az van ráírva oroszul, mert ezt hátul nem tudják elolvasni, még azok sem, akik tanultak oroszul, és még ismerik a civil betűket. Az van ráírva, hogy Magyarország és Erdély lecsendesítéséért. Tehát azok a tisztek és orosz hadvezérek kapták ezt az ezüst érdemlendet, akik legyilkolták, szétverték az erdélyi hadakat. Emlékszünk a történetre. De nagyon különleges, ezt kell figyelni, hogyha valaki emlékszik a bécsi szabadkönyvben Spáholy középponti jelére, akkor már is megláthatjuk, és jöhet a következő kép. És a dolog nem, hogy nem változott, hanem a baj nagyobb, mint gondoltuk volna, hiszen meg se nyugszik szegény. Hiszen itt van az egy dollároson, és erről egy könyvet is kiadtunk, régi barátunk, ez a Tracy Twyman, angol történész hölgy, és az ő könyvét adtuk ki magyarul direkt, hogy aki akar, az komolyabban bele tud nézni, hogy hogy is tart a világ ebben a tekintetben. Tehát látszólag, minthogyha ezek egymás ellenségei lennének, úgy alakítják a történelmet, hogy mindig azt hisszük, hogy valaki valaki ellen harcol. Valójában nem. Van egy hihetetlen finom hátsó egység, ami, vagy hátulműködő egység, vagy rendszer, ami egyetlen egy dolog ellen harcol, a valóság ellen. A hit ellen, a transzcendencia ellen, a krisztusiság ellen, és azért kötött ki ez a szimbólum végül a dolláron, mert leváltották az Istent vagy a Krisztust. Hiszen ez a szelíd lény, ugye, ha Jézusra visszaemlékszünk, soha nem veszítette el a fejét, sőt, saját magát sem védte egy pillanatig sem. Ugye arra célzok, hogy egyetlen egy esetben lett haragos, már amennyire föl tudjuk idézni az új szövetséget, amikor a kufárokat kiűzte a templomból. Tehát érdekes módon az Úr Jézus magát nem védte. A testét szétmarcangolhatták, többször érte nagyon komoly bántalmazás, kritika és inzultus, magát nem védte egyszer sem, pedig megtehette volna, tudjuk. Egy esetben ezt nem bírta elviselni, amikor azt mondta, hogy az én atyám házát ugye a kufárkodás színterévé teszitek, és hát tudjuk, hogy bedühödve fölborított mindent, és kiűzte őket. Valamit ezek szerint tudott, vagy sejtett pontosan abból, hogy mi áll szemben egymással, mivel valahogy haladnunk kell ebben a hosszú anyagban. Röviden, van egy törekvés, ami a fényt belefolytja a pénzbe, a szorongásba, a létfenntartó küzdelmekbe, abba az ideg és test és egészségfelőlő rendszerbe, amiben most élnünk kell, bármi áron, és soha egyetlen szót sem hajlandó mondani arról, hogy az ember valójában egy gyönyörű, örökkévaló lélekkel rendelkező lény, akinek teljesen más a hivatása, nem ennek a hajszolása és az árán megszerzett dolgok élvezése és halmozása, hanem valami egészen más. Például miközben ide hozzátok készülöttem, én is átpörgettem a Duna evangéliumát, bevallom, mert 6 évvel ezelőtt írtuk ezt a könyvet, és a pártusokról szóló fejezetben magam is derűvel fedeztem fel egy idézetet, amit annak idején betettünk, hogy furcsa volt a harcmodoruk. Most nem azt akarom elmondani, hogy hátrafele nyilasztak vagy hasonló, hanem volt humoruk ezeknek a pártushun harcosoknak. 2 mindenképpen ide kívánkozik. Az egyik, hogy soha nem üldözték a menekülő ellenfelet, egy kicsit megkergették őket, aztán megálltak, és leírták róluk, hogy hangosan nevettek, és nagyon jól érezték magukat. Tehát eszükben nem állt gyilkolászni, és lenyilazni, és mindegy szálig megsemmisíteni. Megálltak, amikor messze futottak, és jól érezték magukat. Ennél még humorosabb, mikor elfogták Valerianus császárt, ez egy híres történet. És a fogoly római császárnak mondták, hogy de hát miért támadtál meg bennünket, mikor kötöttünk békeszerződést. Hát mondta a császár, az aranyatokat szerettem volna. De hát minek neked arany? Hát szerettem volna építeni egy templomot magamnak. Ugye, mert Rómában a császárt istenként imádták. Hát mondta a pártus király, hát nagyszerű, hát semmi probléma, most építhetsz magadnak egy templomot, és a saját kezével megépítették vele. 10-valahány év alatt volt humorérzékük, hogy magadat akartad imádni, szerettél volna egy templomot, semmi probléma, nem végezték ki, nem húzták karóba, nem haragudtak rá, hazamehetsz, ha megépítetted. Persze ott halt meg, mire egyenként összerakta, de szerintem a legjobb pedagógia. Arany kellett meg, templom, hogy imád magad, tessék, most megteheted, hogy épített egy szép kis templomot magának. Sajnos azonban jött a következő kép. Van egy nagyon komoly probléma, amivel akármelyik országban is élünk, szembe kell néznünk, nevezetesen maga az Egyesült Államok. És aki ezt nem érti, az nem tudja, hogy miért nem működnek a dolgok. Azért vetítjük ezt a képet,
George Washingtonról, mert nyíltan szabadkőműves ruhában van. Tehát ez Amerikában, hogyha Washingtonban turistaként ott vagy, és elmész a Kapitóliumba, vagy ezt nem titkolják, ez ott van kiállítva, ezt nem kell kutatni. Tehát semmi olyat nem mutatok, ami olyan hű, de nagyon nehéz lett volna megszerezni. 150 ilyen festmény van meg, könyvek. Lényeg az, hogy a kezében tartja a szabadkönyves Bibliát. Nézzétek meg az NDK címert a kötényen, aki még emlékszik a DDR-nek, a szép kis idősebbek talán jobban emlékeztek rá. Ugye a vakolókanál meg egyebek, tehát még csak nem is titkolták, hogy valójában a világ első szabadkönyves birodalmát vagy államát, Új-Atlantiszt vagy Új-Jeruzsálemet szeretnék fölépíteni, aminek különleges jelentősége van, röviden mondom, mert felépült. És óriásit fordult a világ 300 év alatt. Ez a, például, most csak hasonlatképpen egészen konkrétan, az első világháború előtt az Egyesült Államok hadserege gyengébb volt, mint Romániának a rendőrsége. Tehát nem a nagy Romániának, hanem hogy hívták, Moldávia, Beszarábia, tehát a klasszikus óromániának. A rendőrsége nagyobb létszámú volt a történészek szerint, mint az USA hadserege. Még egy-két évvel az első világháború előtt. Ez valami hihetetlen dolog épült fel Amerikában és bizonyos célok miatt. Ennek az országnak van egy olyan szemérmetlen világfelfogása, amit csodálatos sikerrel ad el, és egyszerűen behálózta vele a világ teljes gondolkodási rendszerét, nevén nevezve, hogy nem Istenben hisz, sosem volt se királya, se pápája, se egyháza, semmi hasonló, hanem akár az alkotmányát nézzük, bármilyen hivatalos írását, Amerikát a biznisz érdekli. Tehát ez, ennek az Egyesült Államoknak a gondolkodási középpontjában egyedül az üzlet van. Ez azért lényeges, mert azzal kezdtem az estét, hogy a szabadkönyvesek miért Salamon királynak a szimbólumrendszerét választották. Miért nem például Dávidét? Most furcsa, vagy mit tudom én, bármelyik. Miért pont Salamonét? Hát azért, mert pontosan tudjuk, ugye aki ismeri a ősidők szakrális iratait, hogy ő nem egyszerűen bölcs király volt, hanem a démonok fejedelmeként írnak róla. Tehát a Salamon titkos könyve, amit direkt nem tettek be az Ószövetségi Bibliába, holott kortárs irodalom, tehát tanulmányozható, fennmaradt. Talán az a címe, hogy Salamon könyve, tehát nincs is különösebb. Nem tudták berakni, pedig kortárs irodalom és végig fenn is maradt napjainkig, mert annyira más dologról tudósít, mint mondjuk a Tóra, hogy nem illett oda. Ugyanis ez a király, ez nem egyszerűen az akkori Izrael leghatalmasabb uralkodója volt, az egész könyv arról szól, hogy hogyan uralkodik a démonok fölött, és ennek az a következménye, hogy mérhetetlen kincs és hatalom birtokosa. Ez egy nagyon komoly dolog. Nos, ez a felfogás, ez végig megmaradt látensen párhuzamosan a krisztusi szállal, tehát a Krisztus követés szándéka, és az ószövetségi Salamon király követése vagy utánzásának a szándéka, az merőben két különböző dolog. A bennfentesek számára minden szimbólum, ami egy ilyen képen vagy régi festményen van, az arról tudósít, hogy mi az, aminek Salamon király a birtokában volt, ez a bölcsek köve. Csak hogy a bölcsek köve az a pénzcsinálás tudománya. Világ gazdaságot és világhatalmat csinálni semmiből. Ez a hatalmas titok. Például Széchenyről hallottam most egy nagyon szép dolgot, hogy Kossuth csodálatos volt és nagy, mert szembeszállt a Habsburgokkal, és ugye vezette a függetlenségi háborunkat. De Széchenyi még nagyobb volt, mert a saját jellemhibáival is szembeszállt. Ez döbbenetesen szép, legalábbis a szám. Bárki, aki egy kicsit is fölteszi az életét a Krisztus követésre, mivel találja szembe magát? Hát az, hogy meg kell tisztulnia. Tehát magába tekint, és ettől sokkal nehezebb lesz élnie, mint egy olyan embernek, akit csak a pénz érdekel, hogy egy mindenki egyetértsen ebben, azt akarom ezzel mondani, az igazi elvek, azok mindig ellenzékben vannak, mert magunkon keresztül kell eljutnunk hozzájuk. Magyarnak lenni azért volt mindig nehéz, mi is lekaszabolhattuk volna, ezért mondtam, hogy nevettek a pártusok és nem üldözték. Megölhette volna, elfoglalhatta volna, beszélhetne egész Európa magyarul, hogyha Attilát nem ölik meg. De mindenki röhög rajta, ha nyugaton vagyunk, ugye élcelődnek rajtunk, elég sokat utazunk, meg sok barátunk is van a szakmánk az indológia miatt. És hát mi belőlünk egy ilyen kis izét tudnak, hogy Magyarország meg. Tudjátok, hogy keverik Amerikában a két fővárost? Igen, nagyon rosszul esik, de művelt emberek, de több diplomás emberek
és az ember nem győzi kijavítani, szóval nagyon kellemetlen így a dolog. De visszatérve azt szeretném elmondani nektek, hogy személyes élményem is, hogy attól nehéz a sorsunk, hogyha komolyan vesszük azt, ami bennünk fut, Istentől adott képességünket, a fény, vagy ahogy most kéne mondanunk, a Krisztusiságnak a lényegét, egyikünk sem kerülheti ki azt, hogy saját magán keresztül kell átégnie. Még az Úr Jézus sem akarta ezt elkerülni. Tehát mondjuk is, hogy mindenkinek a maga kereszti, ha ebbe belegondolunk. És képzeljünk el egy világot velünk szemben, akinek deklaráltan az alkotmányában és mindenben egyetlen dolog van, gazdagodj. Gazdagodj, dolgozz keményen és élvez az életet. Ezzel nem tudod felvenni a versenyt akkor, ha neked eszményeid vannak. Hogyha egy olyan társadalomban kell élni, ahol a kormány vagy az uralkodó nem védi ezt az eszményt, és nem tesz meg mindent azért, hogy azért a léleknek is és Istennek is maradjon valami a mindennapokban, akkor következik be az a henger, ami Amerikából indulva ugye meg is történt, hogy az egész világ meg van őrülve a pénzért és az érzékkielégítésért. Ugye hát tudjuk, hogy a tévén keresztül, ha lehet, hogy egyetlen egy helyen van egy faluba, Indiába áram. Ezt a Judittal ez közös élményünk volt, emlékszel rá. Megállt a vonat, mert piros láng, hát Indiában a vonat az egy külön történet. És megállt egy kis falu közepén a vonat, és ott az ablakba könyököltünk Judittal, és mit láttunk? Az egész falu sötét volt, egy házban volt villany. Mit néztek? A Tom és Jerryt. Tisztán láttuk. Hát valahol el kell kezdeni. De ahol van villany, ott biztos, hogy van tévé, és tudjátok, először Pepsi Cola. Tehát valami nagyon durva. És a lányok 30 év alatt leveszik a népviseletet, nem száriban vannak, bizony a nagyvárosokban jön a farmer, és a repülőgépeken jobban isznak indiai brahmanák. Tehát ez azt jelenti, hogy született, tehát papok szülei. Mint hogyha valakinek református lelkész volna apja, anyja, majd felszáll egy gépre, és azt is elfelejti, hogy ember. Tehát olyan szinten kezdték el majmolni az európai, elsősorban amerikai, drogozós, alkoholista, stb., hogy utolsó pillanatban vagyunk, hogy kimentsük onnan a mi nyelvünkre például az ős tudást, mert azt látjuk, hogy India is süllyed. Olyan számban halnak a nagy öreg mesterek, és annyira nincsenek követőik, amiatt, hogy jön Hollywood, hogy ott nagy késéssel, de ott is azt fenyeget, az utolsó bástyák dőlnek be, amit ez a hollywoodi vagy amerikai henger elért. De mi ennek az oka? Az, hogy a szívekben nem fékezi ez semmit. Hát hogyha valakinek nincs igénye arra, hogy ő lélek és van Isten, akkor arra van igénye, hogy pénz és érzékkielégítés. Ráadásul gyávák is vagyunk, ha a pénzért élünk. Ha nem tudom, hogy lélek vagyok, olyan szinten félek a haláltól, hogy már attól szorongok, hogy becsönget a gázszámlás. Nem az, hogy még valami kreatív emberhez méltó dolgot vállaljak. Tehát kiöli az emberekből az önfeláldozás készségét vagy képességét. Jöjjön a következő kép. Kicsit Magyarország felé haladunk azért lépésről lépésre. Azt mondtuk az imént, ha emlékeztek rá, mikor az orosz cári érdemérmet vetítettük, hogy azt a több évszázada adja el egy, nem is hisszük el, hogy ez igaz lehet. Én vállalom, hogy erről most beszélek, mert nem annyira kuriózum ma már. Amikor valaki tudja, hogy van Isten, mindegy, hogy minek nevezi. Tehát most lehet indiai szanszkritul azt mondod, hogy Brahman, a keresztény vagyok, azt mondom, hogy Szentlélek, ugyanazt értjük alatta, vagy azt mondjuk, hogy az Úr Jézus, a Krisztusi ember, vagy azt mondjuk, hogy Bodhisattva, most ezen a szinten minden olyan ember, aki a fénybe, az örökkévalóságba törekszik, azt fogadjuk el így. Mi jellemez bennünket ebben a teremben, hogyha ezt elfogadjuk? Az egység. Szeretjük egymást. Fivérek vagyunk és nővérek. Vagyis az anyagi világ, ez a pénzvilág, amit Amerika irányít, csak akkor tudja fenntartani magát, ha megoszt. Ezt mi úgy mondjuk a filozófiában, hogy dualitás. Tehát neki valamilyen kettősségre, valamilyen tudathasadásra van szüksége, egy látszólagos háborúra vagy ellentmondásra, hogy én féljek. Ez volt Amerika és a Szovjetunió látszólagos szembenállása például. És ezért kellett kitalálni a két toronynak a főrobbantását most és ezt a terrorista küzdelmet, mert mihelyst nincs ellensége ennek a rendszernek, most nem pont szegény Washington, mert szerencsére már nem őt vetítjük, mert ő még elég idealista volt, tehát nem gondolta, hogy ez hova fog eljutni. Tehát ma már nincs idealista vezetői Amerikának, és nem pont arról az országról van szó, de ő képviseli legdurvábban, ahová az emberiség jutott. Tehát nevén nevezve az a rendszer, amelyik tagadja Isten metafizikai létezését, vagy azt, hogy az emberben van valami, ami örökké való,
Nem tudja föntartani ezt a milliókat megvakító ideológiát, csak úgy, hogyha félelmet gerjeszt. Ehhez ellenséget kell találnia. De könyörgöm, nem ez volt a hitleri Németország trükkje is? De ez egy nagyon ősi módszer, hogy mindig kitalálni valakit, akire haragszunk. Mert abszolút értelemben, ha ez a kettősség nincs, a következő pillanatban megértem, amit az előbb is mondtunk, hogy fivérek és nővérek vagyunk. Mi a probléma? Tehát Istenben tényleg egyek vagyunk. Szerintem a régiek pont ezért mondták, hogy egyház. Ugye most a katolikus egyháznak, ugye jól tudom, helyén vagyunk. Református? Az nagy baj, ugye tudom, hogy... De akkor is, tehát a krisztusiság szellemében vagyunk. És ezzel azt akarom mondani, hogy egyház az azt jelenti, hogy egyek vagyunk a Krisztusban például, a szeretetben vagy hasonlóban. Ez a rendszer teljesen tudatosan megosztó. Csak egy példa, tudom, hogy múltkor is volt erről szó, de mégsem olyan egyszerű. Tehát az orosz népet nem lehetett leszedni a vallásról. Tehát kevés ájtatosabb és vallásosabb nép volt, mint mondjuk Tolsztoj népe, hogyha valaki olvassa a régi nagy 19. századi egészen fantasztikus szintű orosz irodalmat. És mi történt ugye utána? Látjuk, hogy egyszerűek voltak, meg nyomorogtak, de végtelen hite volt az orosz embernek. Tehát egyszerűen hihetetlen. Ezért úgy kellett elbánni vele, hogy csináltak egy olyan mintha világot, és a Szent Háromságot leváltották ugye Marx, Engels, Leninre, ezt nem is akarom túlhangsúlyozni, templomok helyett pártházak, a papi hierarchia, főtitkár, altitkár, agitációs titkár, hát benne voltunk, hát emléket, én is 50 évesek, tisztán emlékszünk az egészre, és utána még elsütötték a főpoént, hogy egyenlőek vagyunk, és mindenki mindent meg fog kapni. És itt egy hatalmas csalása van ennek a rendszernek, ez két kísérlet volt. Az egyik oldal azt mondta, hogy úgy leszel boldog, ha pénzt gyűjtesz, Egyesült Államok. Másik azt mondta, úgy leszel boldog, ha egyenlően elosztjuk. Hol van mind a kettőben a közös tévedés? Az, hogy egy evilági vagy földi paradicsomban gondolkodik. Holott lehet, hogy én minden nap jókat ehetek, és meleg szobában lakhatom, de előbb-utóbb meg kell halnom, tehát el kell hagynom a fizikai testemet, nem? Ez egy törvény. Tehát a leglényegesebb dolgot nem tanították meg, hogy hogyan készüljünk fel a halálra, mit tehetünk addig, egyáltalán miért létezik az, hogy születünk és meghalunk. Tehát az egész rendszeren látszik az ideológiai csalás, hogy a leglényegesebbről nem beszél. Miért jöttünk ide, ebbe a dimenzióba? Én, ha együtt vagyunk ebben a témában, könnyű belátni, volt egy nép, aki tudta, ez a bűnünk. Nem azért, mert keletről jöttünk és más voltunk, vagy mások voltunk, mint mondjuk a szlávok vagy a germánok, hanem annyira kiiktatták az igaz tudásunkat, hogy mivel érkeztünk ide, hogy ma már magunk sem hisszük el, önmagunkban tükröt tartottunk az egész nyugatnak, Bizáncnak és Rómának is, és a németeknek is egy teljesen másfajta felfogással, nevén nevezve nem ebben a világban. Nem szentimentálisak voltak az ősi magyarok, nem erről van szó, hanem egyszerűen tudták, hogy van metafizikai örökké valóság. Na ezért nem üldözték, akit legyőztek, ezért nem szedték a hullák zsebéből a gyűrűket meg a pénzeket a csaták után, ezért nem érdekelte őket, az arany pedig volt bőven. Például a Crassus, aki keresztre feszítette Spartacus, meg még 5000 szerencsétlen lázadó gladiátort, azt is a pártusunak intézték el, biztos tudjátok, méghozzá a fiával együtt fogták el és győzték le. És hát fönnmaradt a rómaiak, följegyezték, hogy a csata úgy kezdődött, hogy hihetetlen gőggel masíroztak be Pártiába a hatalmas római légiók, és egyszer csak elkezdtek nem látni semmit, mert ahogy felkelt a nap, a pártusunok a dombokon, meg körbe a mezőkön, lovokon egyszerűen csak ültek, csak hogy mindenkinek aranyból és ezüstből volt a páncélja, meg a vértje, és a felkerő nap, ahogy csillogni kezdett a hatalmas pártusun hadserege, már tudták, hogy veszíteni fognak. Valami, és olyan hihetetlen békességgel és dicsőséggel és nyugalommal tudtak harcolni és meghalni, és megbékélni a sorsukkal, halált és kompromisszumot nem ismerve, hogy akármelyik korszakot nézed, soha nem értették ezt a hozzáállást, hogy élni és meghalni gerincesen, bátran és eszmények mentén. Mi ennek a titka? Hát a hit. De ez nem egyszerűen csak vallásos hit, azért kezdtem úgy az estét, hogy az igazán komoly réteg mindig bepillantott a metafizikába. Tehát ezt nem győzöm kihangsúlyozni, én soha nem jönnék el sem ide, sem más városba, hanem az lenne a fő élményem, hogy még a halálunk előtt elérhetjük, vagy pillantást vethetünk az igazságra. Meggyőződésem, hogy amit el akarnak rejteni, például pénzzel, vagy kommunizmussal, most éppen terrorizmussal, az pont az, hogy rájöhetnék. Van egy hindu
aranyos mondás, hogy az Istennek volt humorérzéke, amikor a legközelebbi, de mégis a legkevésbé kiismerhető helyre bújt el az emberben. Mert az ember mindenütt keresi Istent, magán kívül, de csak a végén jön rá, hogy a szívében van. Na most, hogyha én szorongásban, félelemben és vágyakozásban egy megosztott világban élek, eszembe se jut, hogy elmélyülten megkeressem a saját középpontomat. És ennek a trükkje, hogy az egész emberi érzékelési rendszer az agyra van fölépítve, de az mindig kifelé tekint. A szemek kifelé tekintenek, a fülek kifelé, ugye az ízlelés, akármit nézünk, mindig a külvilágból szerzünk ingereket. És ha kicsit megnyugodnánk, és élhetnénk egyszerűen és békében, lenne egy kis időnk ehhez, lehúnynánk a szemünket, ugye? Még, ha jól emlékszem, Krisztus is azt mondta, amikor a Péterék unszolták, hogy jó, és egy nap azt mondta, így imádkozzatok. Hát lehet imádkozni elnézést így is, hogy és csak elmondja az ember, meg lehet úgy is, hogy az ember őszintén a szívében is térdre esik, lehunja a szemét valóban, odafigyel arra, amit mond, például az első sorra, hogy mi atyán ki vagy a mennyekben. Azt mondja az Avillai Teréz, hogy csak amikor végig gondolta, hogy mit is mondok én? Tehát, hogy elkezdett odafigyelni erre, hogy atya, hogy ez valóság lehet, és a folyamat működni kezdett. Vagyis adtak egy módszert, adott az Úr Jézus, nem kell Indiába menni, ahhoz ezt akarom mondani, hogy rájöjjünk arra, hogy hol van az Isten, hanem imádság, vagy a kereszténység finomabb fogalmait használva a kontempláció, mi ezt meditációnak hívjuk Indiában. Az azt jelenti, hogy lehunyom a szemem, kizárom a külvilág zaját, és elkezdem keresni Istent, vagy a lelket, ahol van. Az pedig a szívünkben lesz. Nos, hát ezzel az élménnyel, ezzel a tudással érkezett ez a nép, és ezzel is élt mindig, ezért nem félt a haláltól, ezért nem rabolta más kincseit, és ezért nem volt expanzív soha mások rovására. Jöjjön a következő kép. Egy picit, hogy jobban értsük ezt a megosztó rendszert, csak gyorsan végigmegyünk rajta, ugye Darwint látjuk, Marx rabbit, nem tudom, tudják, hogy rabbi volt. Ténylegesen, tehát szakmailag. Nekünk még vizsgázni kellett. Ahhoz, hogy állomásfőnök legyek Szegeden, a körzeti üzemfőnökségnek, nekem még el kellett menni a marxista-leninista, nem is tudom, hogy hívták. Nem tudom, hogy nálatok volt-e ilyen. És egy csodálatos élményem, hogy sosem érdekelt az egész, csak írják be, hogy ott voltam. És a végén azt mondta az oktató, ami nagy párt akárki, hogy az Engelszi dialektika törvényei szerint csak arról lehet fogalma az embernek, ami van. Életemben először jelentkeztem, és mondja, hogy Úristen, mit akar? Soha nem szóltam hozzá. Tudták, hogy anyukám se kereszti, és meg készült, föl voltak készülve mindenre, és mondom, rendben van, akkor Isten. És a fickó odaállt elém, összevágta a bokáját, azt mondta, fogta az osztálykönyvet, uraim, a mi hitünk is csak hit a viszontlátásra. Volt benne annyi becsület, hogy feladta. Innen tudtuk, hogy szezon vége van. Ezek, ha már vitatkozni sem, ugyanis tényleg, valóban csak arról lehet fogalmunk, ami létezik. Hogy is lehetne másról, de kizárni a legfőbb létezőt. Márpedig az történik napjainkban, hogy ez az ember, bár óriási lelki válságban élt, ugye a Darwin vezette rá a világot arra, hogy az erősebb a másik rovása árán fenntartja a létét. Ezt hívják evolúciónak, ebben ezt mindenki ugyanúgy ismeri, vagy darwinizmusnak. A Marx annyira extázisba került ettől a könyvtől, mert nem tudta se, hogy kifejezni önmagát, hogy erre írt egy replikát, amit mi úgy tanultunk kényszerből, hogy a tőke, ha valaki emlékszik rá. Összesen az az újítás, hogy azt mondta, hogy nem csak az élővilágra vonatkozik a létét való küzdelem, hanem a kasztok, vagy hogy mondják ezt, osztályok között is folyamatosan harcol. Tehát könnyű belátni, hogy a fickó semmi más nem csinál, csak átemelte ezt a harcelméletet az osztályok közé is. Ez pedig nem igaz, mert nem feltétlenül kéne az osztályoknak küzdeni egymással. Tehát ez egy érdekes dolog. Végül aztán, hogy felgyorsuljunk, a Freud kitalálta, hogy a férfiak és a nők között is harc van. Tehát harc a hálószobában vagy a családban, harc a különböző társadalmi rendek között, és amúgy harc az egész világban. A fő dráma nem is ezért, a viccet azt látjátok ugye angolul, azért odaírtunk, hogy Freud meghalt, Marx is, és Darwin sem érzi túlságosan jól magát, ha valaki nem ismeri annyira angolt, tehát egy kis humor is ott van, hogy azért ez az egész rendszer, ez recsegropog. És mi magyarok sokat fogunk tenni azért, hogy be is dőljön. Nevén azért nézzük csak meg az én, a kis Magyarországot, a házasságok 70%-a válással végződik Magyarországon. Megcsinálta a trükköt? Tehát hihetetlen pusztítást végez a férfi és nő világában ez.
Most vagyunk túl a kommunizmuson, egyes történészek azt mondják 100 millió halott. Nem tudom, hogy hallottátok-e. Tehát, hogyha összeadjuk 1917-től napjainkig, akkor 100 millió halott világban, amit a kommunizmust okozott. Tehát ehhez képest a német fasizmus az óvoda volt. 100 millió ember. És hát ami a legfőbb probléma, hogyha nincsen Isten, se személytelen, se személyes. Tehát úgyse fogadom el, mint egy gondoskodó világenergiát, úgyse fogadom el, mint személyt, mert azt se fogadom el, hogy bennem, mint emberben van valami mag. Pedig innen jön a nemzetünk neve egyébként. Ide mindenképpen el akarok jutni. Tehát ezért kell nekünk eltűnni nyelvestől, mindenestől. Hát amíg beszélünk magyarul, rekonstruálható az ősi gondolkodásmód. Erről mindenképpen szeretnék beszélni. Még hogyha ott fejezzük be, akkor is csak odáig eljutunk. Tehát a fő probléma, hogyha nincs Isten és nincsen lélek, akkor én veled szemben mindent megengedhetek magamnak, hiszen egyetlen törvény van ebben a világban, hogy az erősebb fennmarad, a gyengébb pedig elpusztul. Érthető, hogy Amerika és a tőkés rendszere miért csap be mindenkit kamatokkal, aljas banki manipulációkkal, stb. Hát Magyarországon a kicsin, nem tudom ti, hogy álltok, mert nem vagyok ennyire jól értesült, bárha egyáltalán lehet különbséget tenni, de nálunk, ha születik egy csecsemő, 2 millió forint tartozásos tartol az első OA-nál. Tehát matematikailag lehetetlen kifizetni, azt akarom mondani. Tehát egy ilyen rendszert nem lehet becsületesnek nevezni, hiszen ha mindenki 500 évig élne, talán visszaadná az országunk, ez a kis szerencsétlen, egy magában kínlódó pici ország. Tehát a rendszer annyira aljas és körmönfont, hogy alkalmazza ezt a filozófiát, hogy a vallás szentimentálisnak tartja, arról nem is tud, ezért démoni, hogy létezik belső megvilágosodási folyamat, tehát igazából elérhetnénk a fényt, tehát ezt fogalma nincs arról. Attól ilyen kegyetlen és szívtelen, hogy azt mondja, de hát az oroszlán sem kezd el sírni, mielőtt elharapja az antilop torkát, mert az a dolga, hogy megegye. Vagyis visszavitte az emberi kultúrát ugye abba a felfogásba, aminek az a lényege, hogy az erősebb maradt fönt. Ezt most úgy hívják a híradók, hogy globalizmus. Megy előre őrületes könyörtelenséggel, mindig ugyanaz a trükk, eladósítja, bedönti a nemzetek gazdaságát, tökéletes kiszolgáltatás, óriási szorongás a családokban, mit vesz fel a gyerek, mit eszünk holnap, stb. Egy rettegő ember tud Istenre gondolni, van ereje arra, hogy kinyisson egy 30 év vagyok könyvkiadó, ennyire kevés könyvet Magyarországon még nem adtak el. Annyira szorongók az emberek, annyira úgy vannak vele, hogy jaj Istenem, mi lesz holnap? Hogy nem tudják legyőzni ezt a félelmet, mi szakmailag ezt úgy mondjuk, hogy az első csakrában tengődnek. Tehát az ember, a magyar, ismertek azt, hát sajnos már csak ilyen káromkodás, hogy a hét szentségét még mondják. Hát ezt kevesen tudják, hogy ez a legszentebb dolgot jelentette régen, mert minden ember 7 tudatossági fokozaton megy keresztül, és a legalsó, amit úgy hívunk, hogy gyökércsakra, abban van az ősfélelem, a pánik, a létfenntartó vagy állati ösztön, kapcsolatban az öreg aggyal. A pszichológusok, ha vannak köztünk, egyből rávágnák, hogy ez a harcolj vagy menekülj. Annyira nehéz uralni, olyan lélekjelenlét kell ahhoz, hogy te ne ösztönösen reagálj arra, hogyha rád fognak egy pisztolyt, vagy nyomorba akarnak dönteni, hogy ez a félelem, ez a tényleg az állati testből jövő ős ösztön, ez mindent töröl. Tehát nagyon nehéz olyan szintre jutni, magasabb tudatállapotba, hogy ne félj attól, hogy azt mondják, hogy nem lesz mit enned, vagy valami hasonló. Szóval rendkívül jól kitalálták. Jöjjön a következő kép. Tehát nem is akarunk, mert nem akarok kicsúszni az időből. Szerencsére a hangmérnök barátunk mondta, hogy a kis gép, ami rám van akasztva, 7 órát bír, úgyhogy még nem tudunk beszélgetni, ez csak vicc volt persze, de szívesen maradni. De szépen befogjuk azt. Tehát összefoglalva az ateisták világnézete, Indiában ezt 3 szóval tanítják meg azonnal. Tehát nem leplezem, sőt, büszke vagyok rá, tehát én is kaptam brahmana vagy papi felavatást Indiában, és az anyagi létet 3 szóban definiálják, és úgy hívják, hogy kanaka kamini pratistas. Magyarra lefordítva azt jelenti, hogy 3 út vezet a pokolba, a kéj, a düh és a kapzsiság. És egy olyan világot hozott létre a nyugat, mondják az indiai mesterek, amit ez a 3 dolog motivál. A gazdagodás, a szexualitás és a másik fölötti uralom, tehát bármi áron dominálni a többi emberen. A brahmana ugye azt jelenti a szanszkrit szó, hogy brahman, tehát Isten vagy a világ, tehát a teremtő, és a gyána vagy tudni, aki szereti a keresztény őstörténetet, az emlékszik, hogy volt a gnosztikus kereszténység. És a szanszkrit gyána szó, meg a görög gnózis szó az egytőről fakad. És azt jelenti, hogy tudni, tehát a misztikus megismerés ilyen értelemben.
Tehát egyetlen egy dolgot tudunk szembe állítani ezzel a hárommal, a kéjjel, a düver és a kaprisággal, az önismeret legmagasabb szintjét. Azt, hogy lélek vagyok, nem ez a test. Mert ebben a pillanatban a pénz annyira nem érdekel. Nem vagyunk ostobák vagy szentimentálisak, hiszen kell ruha meg kenyér. Nem erről van szó, de nem ez az életünk értelme. Lehet, mondjuk én most férfiként fogok beszélni, mert férfi testben vagyok, de lehet, hogy a társunkat, férfiak nem tárgy esetben látjuk a nőt, hanem alany esetben. Értitek a különbséget? Nem az nem az érzékkielégítés tárgya lesz a nő, hanem a férfi társa, akiben lélek van, aki gondolkodik, aki érez. Ez nagyon nagy különbség. Miért mondom ezt? Ugyanaz az angol szász világ, ami Viktória királynő idején még az angora lábára is harisnyát húzott, annyira prüd volt. Most nem mered a gyerek előtt bekapcsolni a tévét, ha egy amerikai film kezdődik. Annyira érzéki és pervers. Nem a képmutatás csimbora szója, ahova eljutottak. Tehát óriási probléma az is, hogy a férfi számára mit jelent a nő. Van egy könyörtelen hindu közmondás, mert magyarul így hangzik, már közmondássá vált, hogy a férfiakra vonatkozik. Miért tartsak tehenet, ha van tej a piacon? Nem tudom, hogy értjük, hogy mire gondolnak a hinduk. Minek? Ez borzasztó. Tehát valójában a magyar, hogyha csak a nyelvünket nézzük, nem minősíti föl a férfit és le a nőt. Tehát nálunk így nincsenek külön nemek. Aki angolul vagy nyugati nyelveken tanul, az tudja, hogy nagyon durván megkülönböztetik a nemeket. Óriási hangsúly van a nyelvtanban arra, hogy hi, meg si, meg mi. A magyar nem. Emlékeztek, mi teljesen másként fogjuk fel ezeket a dolgokat, majd erre még visszatérünk. Tehát jöhet a következő kép. Röviden és tömören egy olyan világban élünk, ahol három dolog motiválja az embereket, a kéj, a düh és a kapriság. És ott állsz néha egymagadban, még a családban sem biztos, hogy megértenek. Például 30 éves érettségi találkozón voltam tavaly, és azt mondja egy barátom, és Istenke, téged még ez mindig érdekel, mi emlékszünk rá. És mondom, hogy jobban, mint valaha. És úgy körbenéztem, kiégett, boldogtalan, frusztrált, életcél nélküli társat, hogy mindannyian 50 évesek lettünk. És akkor leültünk, megettük a pizzát, elkezdtünk beszélgetni, még a nyakamban is lógtak. Hát egy pillanat alatt kiderült, hogy Istenke, Isten, meg lélek, és ezek nem kihűlnek, olyan, mint a jóbor, hogy mondják, hogy minél régebbi évjárat, annál finomabb. Hát a végtelent kutatjuk, lehet ez valamikor unalmas? Vagy ki lehet ebben fulladni? Hát olyan gyönyörű az abszolút valósága és édessége, hogy örök ifjak van. Lehet, hogy a testünk megöregszik, de a tudatunk, vagy a szívünk, az soha. Hát hamar egy-két óra beszélgetés alatt rájöttek, hogy aki kiégett, és frusztrált lett, és nem tudja, hogy mit csináljon, mert már pénzt keresett, már érzékkielégítés volt, már kinevezték, ha nem tudom hova, és akkor most. Tehát nagyon, nagyon érdekes, hogy ebben a világban gyorsan elfogynak azok a dolgok, amiért érdemes élni, kivéve, hogyha tudjuk, hogy kik vagyunk valójában. Azért egy picit jöjjön a következő kép. Van egy zsenialitás abban, hogyha valaki érti. Ez nem saját kútfő, tehát elárulom. De nagyon mélyen áthatott, mikor ezt elmagyarázták nekem. Van egy nagy különbség azért abban is, hogyha vallásos vagyok, meg abban is, hogyha gyakorlom ezt, tehát lelki gyakorlatos életet élek. Ha lelki gyakorlatos életet élünk, tehát tényleg komolyan vesszük Krisztust, vagy egy buddhista buddhát most ebben a pillanatban, persze óriásiak a különbségek, és ezt nem is akarom összemosni. De a hozzáállásról szeretnék beszélni. Abban a pillanatban, hogyha élni kezdem azt, amiben hiszek, akkor számomra megérkezik a jelen, a most. És csodálatos dolgok történnek a mostban. Tehát nekem mindig ma van értelme az életemnek, ugye? Ha csak vallásos vagyok, az külön dolog, mint ateistának lenni, de bizonyos szempontból várom a halált. Egy vallásos ember nem gondolkozik így, nem futtatja le ezt a programot, de gondoljátok végig, hogy így van-e. Csendben várjuk, hogy legyen vége ennek a nehéz megpróbáltatásokkal teli, szenvedésteli világnak, ahol becsületesen helytállunk, mert hiszünk, mert szavunkat adtuk az Istennek, hogy felneveljük a gyerekeket is, támogatjuk a hazánkat, stb. De mivel belül nem történik semmi, tehát nincs személyes tapasztalás, ezért csendben azt várjuk, hogy valahol az életünk végén valaki mégiscsak az örébe vegyen bennünket. És ezt szeretném kihangsúlyozni, mi nem ilyenek voltunk. Tehát a magyar miközben helytállt a külvilágban, mert még egyszer mondom, soha nem volt szentimentális. Ha ismerjük a székelyek humorát, akkor tudjuk, hogy abban nem a szentő. Nekem a kedvencem, amit Csíkszeredán hallottam, mert közelgett a születésnapom, ezt nem tudom, hogy mondtam-e nektek, azt mondta az egyik, hogy mondjátok, Góbé, van ez a...
hogy ha 50 éves vagy Atikám, és fölkelsz egy reggel, és nem fáj se térded, se könyököd, se vállad, akkor két dolog történt veled. Vagy nagyon jó napod lesz, vagy már meg is haltál. Hát én ezt imádom. Tehát ilyen humor nincs sehol a világon. Tehát valami hihetetlen finomság. De visszatérve a témánkhoz, ha belül éled, miközben kívül helytálsz, a jelennek egy olyan derűje nyilvánul meg a szívedben, ami energiát jelent. A tudat számára, az érzésvilágod számára, friss vagy, kreatív vagy. Mi például Váci Klárikával beszélgettünk, vagy róla, aki nemrég távozott el, majdnem 100 éves volt. Vagy jó barátnőm volt a Szepes Mária, vagy 20 könyvét adtam ki. 99 éves volt, mikor Judittal meglátogattuk utoljára. És azt mondja, Atikám, Juditkám, egyik nap nem látok, de hallok. Másik nap látok, de nem hallok. De egyébként jól érzem magam, mondjuk neki. De hát akkor milyen gondolatok között élsz? Azt mondja, hát rájöttem arra, hogy nekem nincsen jövőm, de nincsen múltam. Viszont van egy érdekes jelenem, és mondjuk neki, hát mi az Mária néni? Azt mondja, nekem Krisztusom van. Vagy Buddhám van. Érted, Atikám? Elértem oda, hogy jelenem van, félelem nélkül, mindegy, hogy az érzékek működnek, vagy nem. Megérkeztem a jelenemben, és mindenféle félelem vagy háborgatás, vagy különböző pszichés zűrzavar nélkül hagyta el ezt a világot. És biztos tudnánk még gyönyörű példákat mondani, de hát óriási különbség van a között, hogy ki milyen tudatállapotban éli végig az életét, és ez megszerezhető. Tehát miközben az ember helytáll, gyereket nevel, tanul, dolgozik, stb., a lényeges mégiscsak az, hogy hogyan él belül. Tehát valóra tudja-e váltani az eszményeit. És az döbbentette meg az európai, 1000 évvel ezelőtti európai civilizációt, vagy a honfoglaláskori európai civilizációt, hogy jött egy belül is aktív nép. Mondhatnánk, hogy keleten kél a nap. Azért is választottam a Tagóra idézetet. A nap mindig keletről jön. Ide jött egy olyan pezsgő, kreatív, gyönyörű szellemiséggel, amivel a nyugati népek hiába erőlködtek, nem rendelkeztek. Sőt, higiéniában, meg amire annyira nagyra voltak éppen a katonai vagy hadviselő művészetben is. Tehát ha mondjuk a németekről vagy az angolokról tanulunk, vagy olvassuk a történelemkönyvüket, az van írva, hogy és az angol inváziós hadsereg elfoglalta egész Nyugat-Indiát, és minden angol gyerek kibújik a bőréből és büszke. Te a kisfiadat kikérdezed a kalandozásokról, és akkor a magyarok rabolnak, felgyújtanak mindent, stb., és az egy ilyen kalandozás. Nem tudom, értitek az árnyalatokat. Tehát nálunk minden rabló hordatám. Az, hogy mellesleg 25 akkori országot győztek le, 50-valahány hadjáratban. Vagy a kedvencem, amit a fiam végre fellelkesült, hogy a híres pozsonyi csata, amit maga Árpád fejedelem vezetett. Úgy tudjuk, három fia is elesett, ő meg halálos sebet kapott. Tehát és az történt, hogy 100 000 német és nyugat-európai rontott rá az akkori éppen kialakuló Magyarországra, 40 000 fős volt a magyar hadsereg, közben a Dunán jöttek a tartalékkal megrakott német hadihajók. Első lépésben lángba borult az összes hadihajó, Árpádék átmentek az egyik partra a Dunán, mert elkövették azt a hibát a németek, hogy két oldalt vonultak fel. Tehát a Duna két partján masíroztak. Tehát micsoda férfiak volt. Átmentek az egyik oldalra, megverték azt az 50 000 embert, utána halálfáradtan és hatalmas sebekkel átjöttek erre a partra, és megverték ezen az oldalon is őket. Még otthon is nyugodtan egyetemi tankönyvet kinyithatsz, ennyi se. Ez hihetetlen, ez nem akármi volt, ezt tanítani kéne mindenkat. A Hannibáról mindent tudhatsz. Hihetetlen dolog történt. Tehát erkölcsben, hozzáállásban, bátorságban, és 100 ilyet tudnánk mondani csak az elmúlt 1000 évből, ami mindig nem téma. És a kérdés az, hogy honnan vették ezek az emberek ezt? Tehát, hogy így tudsz élni, hogy így tudsz szembeszállni a dolgokkal vagy a problémákkal. Hát innen nem akarom hosszúra nyújtani. Úgy hívják ezt Indiában, hogy Raja Rishi. Amikor egy nép szerencsés, azt mondják, hogy Raja Rishi vezeti, mi azt mondhatnánk erre, hogy szakrális fejedelem. Tehát a Raja azt jelenti, hogy uralkodó. Valójában azt jelenti, hogy a napistentől megbízott férfi. Tehát a Raja az uralkodó. A Rishi pedig szó szerint egy nagyon ősi szó azt jelenti, hogy égben lebegő. Tehát olyan fejedelem vagy király, akinek kapcsolata van az Úrral, ezért, hogyha vezeti a népét vagy a rábízottakot, az nem egyszerűen a történelmet éri meg, hanem belép a szakralitásba. És mi tudjuk, hogy nem tudjuk elfejteni Szent Lászlót, vagy a Hunyadi Mátyást, és így tovább, mai napig tartja bennünket a lelket.
tartják bennünk a lelket, és ennek az az oka, hogy nem egyszerűen ateista, jó politizáló hadvezérek voltak, tényleg kapcsolatban voltak a legfelsőbbel. Jött a következő kép. Ezt elmondtam véletlenül, úgyhogy mehetünk még egyet. Meg még egyet, mert érzem, hogy a... Igen, ide. Már 40 éves volt Csontvári, nem tudom, hogy a Pap Gábor járta nálatok például, meleg szeretettel ajánlom mindig, hogy hívjátok meg. Ez valami fantasztikus este lesz, higgyetek nekem, és a Csilláron is lógni fognak utána. Mert ő az, aki föltárta a Csontvárinak a szellemi hagyatékát, tehát sokan őrültnek tartják meg hasonló. Én nem akarok erről túl sokat mesélni, de miért vetítem pont ezt a képet? Ez az ember 40 éves patikus volt, amikor egyszer csak hallani kezdett egy hangot, és ez mindig azt mondta neki, te leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb leszel Rafaelnél. Tehát ezzel fogjuk befejezni az estét, mert a Raffaello festette meg Attilát Róma falai előtt, tehát nagyon lényeges magyar vonatkozása is, vagy miért pont ezt a nevet mondta neki. De a lényeg, hogy a magyar őskultúra lényege a fényvallás, a benső, a megvilágosodás, a transzcendencia megértése. Ez az ember 40 évesen addig egy vonalat nem húzott, felhalmozott annyi kis tőkét a patikájából, tudjuk, hogy nyugaton tanulva megtanulta a mesterséget. Mai napig nagyon-nagyon kevesen értik, hogy voltak éppen minden képe egy tanítás. És ez a magányos cédrus voltak éppen a magyar nép, a Kárpát-medence, ha úgy tetszik, a világ transzcendens szíve, vagy középpontja. Én tudom, hogy nem hiszük ezt el magunkról, de nem India, vagy távoli, keleti, vagy nyugati népekre van bízva az, ami most a vízöntőben történik. Hanem egy romokban lévő nemzetnek van arra esélye, hogy szeriden, fizikailag erőtlenül beoltsa a népeket. Miért? Mert egyszerre vagyunk keletiek és nyugatiak. Vagyis harmonikusak. Ugye két agyféltekénk is van. Egy olyan nép, aki megedződött a nyugati népekkel való küszködésben, és őrzi a keleti lelkületét. Hát ha valaki be tudja oltani új kultúrával, szellemi frissességgel ezt a világot, ha vállalja, az pont mi vagyunk. Ennek egy előjelzése vagy szimbóluma, amit Csontvári elénk vetít. Az összes többi képet, ha van nektek Magyarországon, és biztos van Erdélyben is, mert mi is küldtünk annak idején a Székelyudvarhelyi könyvesboltban, mint kiadó. Azt hiszem német, nem tudom, hogy hívják a szerzőt, aki csinált egy nagy kemény táblás Csontvári albumot. Ha a Csontvári képek közepére, csak előzetesen, de a Gábor erről fantasztikus előadást fog tartani, beraktok egy acél poharat, például kezdjétek az Öreg halász című festménnyel, akkor az acél pohárnak a palástján három dimenzióban megjelenik az igazi mondani való, mert elrejtette, mert tudta, hogy elégetik, felgyújtják, vagy el fogják tüntetni. Nem tudom, ki hallott erről. Tehát ha berakod az öreg, kezd azzal, és a többit majd meg fogod érteni, mert magadtól rájössz, hogy hova kell rakni. Ha berakod az öreg halász nagyjából az orra alá, a szája vonalába az acélpohár, azért ne üveget, mert azon nem tükröződik. Tehát fémből készült pohár kell, ami hosszú. Abban a pillanatban a paláston megjelenik a magyar turul, meg még amit kell, hogy lássál. És az összes többi képen, ha a megfelelő helyre helyezed, az már elég nagy az az album, hogy működjön, ha behelyezed ezt a poharat, szinte holografikusan meg fogod látni az üzenetét. Tehát ennek az embernek olyan súgója volt a jövőt tekintve, hogy az egyik pillére a jelenünknek, és én nem is tudnék erről beszélni, ha éveken keresztül nem lett volna ilyen előadás és egyéb kapcsolatunk a Gáborral, ahol aztán ő megosztotta ezt, nem csak velem, hanem sokakkal. Tehát nálunk ez már közkincs. Mindig mondom, hogyha... Hogy? Hívtam, és nem jelentkezik. Majd akkor segítek. Érdekes, mert szívügyi Erdély, majd lehet, akkor bevetem magam, de az egy fantasztikus este lenne, és nagyon érthetően és gyönyörűen beszél. Ha csak nem a kora miatt, mert inkább 80 felé tart már, lehet, hogy ez a baj, tehát hozni-vinni kéne esetleg. De ezt meleg szeretettel ajánlom. Jöjjön a következő kép. Hogy illusztráljam azt, ami ránk vár, tudom, hogy ez egy túlságosan indiainak tűnő ábrázolás, de sehol nem maradt fent ebben a teljességben. Tehát nem csak az emberi történelem hullámzik, hanem hatalmas világkorszakok vannak, ami alatt azt értjük, hogy hol elsötétedik a fény az isteni tudás vagy tanítás, és szinte világuralomra jut a materializmus, hol pedig újra felfénylik. Most a naprendszerünk és benne a Föld körülbelül itt tartózkodik. Indiában úgy hívják a mögöttünk levő, aki... Nem mondom, hogy szeressék az asztrológiát, mert nem nőklapja vagy jóslás szinten fontos. Tehát
Ha a Bibliát olvassa az ember, az Ószövetséget, tele van csillagmítoszi vagy asztrológiai utalással, tehát tudományos nézőpontból, ha nézzük, és nem a babonák szempontjából, akkor megérthetjük a következőt, hogy Krisztus a halak világkorszakának isteni mestere volt. És a halak világkorszaka a Kali Yuga, indiai felfogással, Kali azt jelenti, hogy sátán. Kérdeztem Indiába, hogy de miért? És azt mondta az idős indiai mester, egy korszak, amikor Isten fiát is meg akarják ölni. Van ez alatt mélyebb pont? Hát létezhet durvább korszak, hogy azzal kezdődik, hogy valaki eljön, hogy felemelje a többieket, és a legborzalmasabb halált kell halnia, már legalábbis testi értelemben. Hát azonnal beláttam, hogy ezzel nehéz vitatkozni, de ő még folytatta, és nézd meg a végpontot, ugye fasizmus, kommunizmus, teljes kiégettség és abszolút materializmus. És hát, csak itt állunk, Nagyváradon, most az én nézőpontomból, és ezekről a témákról beszélgetünk, anélkül, hogy valaki sétálgatna a padsorok között. Tudjátok, mire gondolok. Hát Szegeden úgy tartottam a legjámborabb előadásokat annak idején a jógáról, hogy vegyünk levegőt, meg üljünk egyenes háttal, hogy ne fájjon. Hogy közben a kabátját nem vette le, és sétálgatott a 80-20-valahány éves voltam. Tehát oda eljutni, hogy erről mi így beszélgethetünk. Amire még azok is megélhetik, akiknek igencsak ősz a fejük, nem csak a Szovjetunió fog megroppanni. Tehát igazából amitől jobban szorong mindenki, de látható, hogy közel, az USA is meg fog roppanni, mert nem ő az Isten. Sem Moszkva, sem Vas. Itt olyan erők dolgoznak, és olyan tempóban haladunk valami lélekhez és emberhez méltó felé, hogy erre föl kell készülni, hogy ez a pénzügyi, manipulatív borzalom, egyébként elég csak bekapcsolni a híreket, mert Afrika már elkezdte legalábbis az arab, nem tudom mennyire látjátok, tehát ez, és hogy van, hétfőn ülsz, és arról van szó, hogy minden olyan, mint vasárnap volt, és egyszer csak kedden csak kapkodod a fejed. Ez a vízöntő, az Uránusz, minden sok. Mondok egy példát, ugye a halak világkorszakában indult el a hatalmas tengeri hajózás, a óriási gyarmatbirodalmak, stb. A vízöntő az levegő elemű. Űrhajózás, atom, rádiótelefon, nézzétek meg a fiatalokat. Hát ha nincs minden zsebébe valamilyen elektromos kütyű, az nem is igazi fiú ma már. Tehát egyszer, nem? Hát mi csak így nézzük a gyerekeinket, hogy 3 évesen be tudja kapcsolni a számítógépet, és tökre normális neki, hogy ez az Uránusz. Hát egészen más frekvencián gondolkodó nemzedékek jönnek, ezek ezt nem veszik be, ami most van. Olyan intelligenciával, gyors felfogó képességgel érkező, most még kábítószerrel, meg egy csomó dologgal őrítik őket világszerte. De úgy, ahogy értelmiségi körökben nem divat már rágyújtani, ugye, mert szorul vissza az egész, ugyanúgy eljön az a korszak, hogy meggyűlik a mocskot, a szennyet. És ezek a fiatalok, akik most, én angyaloknak látom őket, akár mekkora vergődésben vannak, ugye az én két felnőtt, fiatal felnőtt gyerekem is ez a korosztály, ezek ezt nem fogják sokáig tűrni. Mert éles eszűek, mert nem abban a félelemben nőttek fel, mint mi, hogy örültünk, hogy fölneveltük őket. Mondjuk én ezt nem mondhatom annyira, mert már lájtosabb kommunizmus volt nálunk, de mondjuk a nagyszüleimre mondhatom, hogy ők mit bírtak ki, vagy anyámék, vagy apámék. Tehát azért azok tudják. De mindent összevetve számos bizonyíték van arra, hogy gyorsul az idő, nagyon gyorsan változnak a dolgok, olyan eszközök állnak az emberek rendelkezésére, mint az internet. Magyarul nem lehet tovább hazudni. És lehet, hogy megijesztelek vele benneteket, nem tudom, hogy hol tartunk attól a képtől. Mindenesetre elmondom a saját szavaimmal, van még egy látásmód, amiről soha nincsen szó. Azok az isteni szemek, ami felé vissza fog térni az emberiség. Tehát voltak éppen olyan összetett személyiség vagyunk, hogy van durva fizikai testünk, van egy finom fizikai rezgési testünk, amit az anyagi szem nem lát. De hát a fizikus is megmondja, hogy hogy fantasztikus dolog az emberi szem, de igazából egy csomó spektrumot, amit a műszerek kimutatnak, vagy már egy prizma is jelöl, nem látunk. És van egy elaltatott, csodálatos látóképességünk, ugye ez a harmadik szem, aminek az a lényege és üzenete, hogyan is fogunk hazudni egymásnak, ha látjuk az aurát, hiszen a finom fizikai test az érzelmeink és a gondolataink tükröződése. Egyre több és több ember fogja látni a másik ember pszichés környezetét. Hát lehetetlen lesz hazudni. Valaki füllent egy óriásit, és egyszerűen az egész energia mezője elvált. Indiában nagyon észnie kellene, hogy kinek mit mondunk, mert még jó, ha megúszunk egy szerint mosolyjal. Ugyanis ott azért ez egy régi tradíció,
hogy bírnak az emberek ezzel a benső képességgel. Tehát ez is uránikus, más frekvencián fogunk érzékelni, gondolkodni, élni. Ez az egész társadalom, aminek csak az egyik oszlopa volt, ugye a szabad könyvesség, ha láttátok, két oszlopon nyugodott, a Szovjetunió és az egész, az csak az egyik oszlop. A másik sem kevésbé hazudós, vagy galád. Tehát ennek is meg kell változnia, és lehet, hogy mi tudjuk, hogy lelkek vagyunk, meg van Isten, de minket is meg fog rendíteni, mert azért bankkártyát használunk, megszoktuk, hogy benzintankolunk a kocsiba, a tévé már régen megetetett minket, hogy mi a modern élet, és hogy kell ezt csinálni. Tehát mindenki a szívéhez fog kapni, amikor ez a felfordulás kezdődik. Ez holnap is lehet. Hát én nem mondjátok, hogy 89-ben tudtuk, hogy mit hoz, hogy egy hónap múlva egy más világban ébredünk. Hát nem hiszem el. Olyan gyanútlanok voltunk, hogy azt hittük, micsoda iszonyú erő dolgozik. Na nem akarok erről többet mondani, higgyünk abban, hogy amit itt úgy hívtak a hinduk, hogy Kali Yuga, vagy halak világkorszaka, az a brutalitás, ahogy kezdődött, és amivé vált az ember a folyamat végére, az hatalmas átalakulásban van. Azért hívják Dvapara Yugának, Dvapara azt jelenti, hogy kettős. Az emberek egyik fele látni fog és tudni fog, becsaphatatlan lesz. Csak hogy mivel ez egy fölfelé emelkedő korszak, a többiek immár ehhez fognak igazodni, és nem úgy, mint a halak korszakában, hogy a minőségi vagy nemesebb embert húzta le a romlottabb. Ez meg fog fordulni. Tehát erőnk lesz ahhoz, hogy segítsünk a többieken. De hát I.S. Gyula azt mondta a magyarságunkról, mielőtt eltávozott, az utolsó riportban megkérdezték tőle, hogy ki a magyar. Biztos láttátok néhányan. És azt mondta, hogy aki vállalja. Ez is egy ilyen dolog. Én azt kell, hogy mondjam, nem is hivalkodásból vagyok itt, legalábbis remélem, hanem hogy ezt nem tarthatjuk meg magunknak. Idős mesterünk, éppen márciusban lesz egy év, vagy eltávozott, mindig azt mondta, nem tarthatjátok meg magatoknak. Mennyi éven át vesződtem veletek, mondta nekünk, hogy ez a tiétek legyen. És akkor bespájzolod magadnak. Tehát vállalnunk kell azt a részt, amit értünk belőle a fiúnak, a lányunknak, az unokánknak, de nem lehetünk némák. Ennyit kell csak tenni. És azáltal, hogy tudják a többiek, hogy merre keressenek, egyáltalán van, hogy amit keresünk, az van, az többi menni fog magától. Ezért ennek a rendszernek, ami most üvölt 100 csatornán, ha kapcsolgatod, ennek semmilyen jövője nincsen. És ettől nem is szabad félni. Jó, akkor jöhet a következő kép. Inkább kettő. Itt csak egy hasonlóság, itt a szemúri vagy, ugye mivel az angolok nem tudnak magyarul, úgy fordították le a régi ékírást, hogy sumér. Tehát ez ment a köztudatba. Nem értik, hogy azt jelenti, hogy szemúr vagy magúr, a napistennek az egyik neve volt a szem, az égszeme. Magúr vagy szemúr, és ugyanúgy négy arccal ábrázolták, mint az indiai, egyébként az indiai a fiatalabb, tehát Mezopotámiából került át oda az őstudás. Ha keressük, hogy az úgynevezett jógának mi a forrása, az fontos tudni, hogy Mezopotámia. Tehát ez onnan érkezett oda. Addig ez nem is volt jelen. És ez a pillanat, ez a nagyjából 11.200 évvel ezelőtti pillanat, a kos, amikor a kosra rálép Brahmá vagy az atya, az Atlantis eltűnésének időszaka. Tehát ez a kép azt jelzi, mikor az előző világkorszak véget ért és kezdődött a mostani, és összesen három helyre menekítettek át atlantiszi mestereket. Most tudom, hogy ez hihetetlen nagy ugrás hirtelen, hogy eddig úgy higgadtan beszéltünk a vallásról, meg a magyarságról, de ha nem merjük kitágítani a szívünket odáig, hogy más emberiség, más emberfajták és más hatalmas tudások is voltak már ezen a bolygón, hanem továbbra is azt hiszük, hogy csak mi. Hát csak annyit mondok, hogy menjetek fel az internetre, miket titkolnak, 16 méter hosszú emberi csontvázakat ástak ki, már 1950-ben is. Több mint 10 olyan lelet van, hogy a legkisebb is 6 méteres. Nem én találom ki. Angolul beírod, hogy óriások vagy bármi, akármelyik szót, hihetetlen gyönyörű helyszín, dátum, ki ásta ki. Tehát a mostani könyvünkben már, tehát a régészet ugyanabból a hierarchiából származó tudósai olyan erővel titkolják. Ugye most jó helyen vagyunk, mit ír a Biblia? Óriások valának a Földön, akik megkívánták az emberek leányait. Esküszöm, hogy így van, tehát szerintem talán szó szerint is mondtam. És hiába minden, találnak elképesztő méretű
emberi csontvázakat, egészen más forrását az életnek, más kultúráknak. Én megtaláltam a szanszkrit nyelvi írásokban a következőt: amikor lefelé halad az intelligencia, az emberiség méretében egyre kisebb és kisebb, sorsában pedig egyre szerencsétlenebb lesz. Amikor pedig újra jön a fény és a változás, az emberek nyúlni és nőni kezdenek. Hát a fiam egy fejjel magasabb nálam. Hát én most 50 vagyok, ha az én kortársaim között valaki 190 fölött volt, ugye én például kézilabdáztam és beállós voltam, és mindig arra emlékeztem, hogy akkor még át lehetett lőni falakat meg hasonló. Hát a fiam a maga egy fejjel magasabb méretében nincs az első 10-ben. Nem tudom, ti hogy látjátok. Hát annyira látszik, hogy még ez is igaz, és csak egy példa, hogy stílusban folyan nyúlánk hatalmas emberek kezdenek, ami egészen fura, tehát nagyon-nagyon érdekes dolgok ezek. Tehát röviden csak illusztrálni szerettem volna, hogy egy egységes kultúra, ami azért van ennyi feje, ez megint egy magyar érdekesség, mert csak a magyar mondja azt, hogy mindenható. Persze találhatunk angol párhuzamos fordítást, de szó szerintiségében nem ezt jelenti, mert nem értik, hogy a mindenhatás az azt jelenti, hogy előre, hátra, jobbra, balra, lefelé és fölfelé. Tehát ez a legzseniálisabb magyar istennév. Ugye a teremtés minden irányának ura a mindenható. Ugye hát nem tudtak, néha megcsinálják különben hat arccal festményekben. Tehát hogyha lapozol indiai képeket, akkor megcsinálják, hogy hat arca van. Tehát hogy értse mindenki a hasonlót. Szoborban ezt nagyon nehéz elképzelni. Tehát még ez is ilyen magyar szavakra vezethető, magyar fogalmakra vezethető vissza. Kettőt menjünk előre. Most meg akarlak ijeszteni benneteket, de a könyvben úgy is van, hogy 100 oldal erről. Most a magyar népről lesz szó, ha maradt még, udvariasan megkérdezem, tudom, hogy még van időnk, csak hogy bírjátok-e még figyelemmel, mert tudom, hogy elég elvont téma. De nem szeretném felszínesen elmondani. Egyetlen jellemző kis pecséthengert vagy agyaktáblának a képét szeretném használni, és akkor ebből beszélgetünk a magyarság származásáról. Azért van egy nagyon komoly nyomás alatt az egész mai történelem felfogás, ideológia, teológia és minden, mert 10 000 évvel kerültek elő mezopotámiai homokjából a sértetlen agyaktáblák. Na most ezt el is tudják olvasni, magyarokat nem nagyon hívnak segítségül, de így is kijön az eredeti tartalmuk. Tehát nevén nevezve most már összebírták állítani az egész sumér akkád teremtés történetet. Az akkád a híresebb, mert közelebb áll hozzánk, ez a Gilgames eposz. Ezt olyan 70 oldalon keresztül elemezzük a Duna evangéliumába direkt. Tehát lép soronként, hogy miről van benne szó. Ugyanis ez tartalmazza az eredeti özönvíz balladáját vagy történetét, amit kiforgatva, kicsit félreértve, vagy alaposan félreértve emeltek be az Ószövetségi Szentírásba. Tehát megvannak a forrásai. Nagyon nehéz innentől fenntartani azt, hogy ennek az egész hagyománynak a Biblia lenne az őse vagy a forrása. Ne vitázzunk ezzel, el kell csak olvasni, és látszik, hogy hol kerekebb is, és értelmesebb. De ami még ijesztőbb, olyan számokat vetnek fel a sumér hagyatékok az ember teremtéséről, hogy a startpontot 200 000 évvel ezelőttre teszik. Tehát az első emberi civilizáció kialakulását, de az még hagyján, leírják, hogy voltak éppen, nevezzük el őket félisteneknek, ők a nefilim szót használják, vagy annunakik. Tehát a Bibliában úgy találod meg héberül, hogy annunaki. Ennek az az oka, hogy a zsidók nem értették ezt a nyelvet, ez három ős sumér istenségnek a neve egybeolvasva. Annak, annunak és enkinek, ugye? Az An az volt a régi magyar van Isten. Tehát az An vagy Anu az azt jelenti, hogy van, vagy An. Annak volt a felesége az istennő, Innanna, sumérul. Úgy írják le, hogy Dingir Innanna, ha sumérul mondjuk. A Dingirbe hallod a tündér szót szerintem. Az Innanna meg azt jelenti, hogy An nője. Tehát Tündér Ilonáról van szó, és az egész magyar népmeséből párhuzamba állítható, csodálatos lejátanyag került elő. Először ezt a Badinyi feszegette. Nekem könnyebb dolgom van, mert megtaláltam a szanszkrit párhuzamot is, ami nem veszett el, nem égett el, és összevethető. Röviden ez a csodálatos szellemi hagyaték valami teljesen másként mondja el az ember keletkezését, nevén nevezve, használjunk mondjuk szakszavakat. Ezek a félisteni lények a földre azért érkeztek, mert a saját világok körülbelül abban a bajban volt, mint most a miénk. És ahhoz, hogy megmentsék a bolygójukat, hihetetlen mennyiségű aranyra volt szükségük, írják a sumérok.
Ezt az aranyat akarták beleporlasztani a légkörükbe, hogy a káros sugárzásoktól valahogy meg tudják védeni magukat. Nem én találom ki, hanem ebben a történetben ez van leírva. Mivel oly kevesen voltak, segítségre volt szükségük, és ehhez az akkora az emberi evolúcióban a Homo erectus, tehát a felegyenesedett ember szintjén álló ember találták a legfejlettebb lénynek a Földön. Ez egy furcsa elágazás, amihez a nemzetünknek köze van. Vagy elhiszitek, vagy nem. Az idő remélem, hogy nekünk dolgozik. Meg egyszer jó volna, hogyha úgy publikálnák ezeket a dolgokat, mivel könyvkiadók vagyunk, még belevághatunk, hogy agyaktábla, fordítás. Agyaktábla, mondjuk a Zaharia Zicsin, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, én a barátaimmal két kötetet ebből kiadtam, a 12. bolygót, meg az Istenek városait, vagy 20 évvel ezelőtt. Ami sorban, ez agyaktábla, fordítás, tehát az egész hagyatékot fordítja. Röviden, az Édennek nevezett helyen, ami egyébként magyarul azt jelenti, hogy edény, miért? Tehát ahol az ember keletkezik. Tehát az Éden, az pont Mezopotámia volt, az Eufrátesz és a Tigris folyónak a vidéke. Minden más nép, ha úgy hívnák a városokat, hogy Ur, Uruk, Eridu, Mari és Arad, Arad, megáll az ember esze akkor. Egy német vagy egy francia kibújna a bőréből és azt mondaná, a francia meg a német az emberiség első embere. A magyar megolvassa, hát igen, a föld első civilizáció és kultúrája, mellesleg úgy hívják a városokat, hogy Úr, meg Uruk, ahol az Urat imádták, meg Örök, meg Kerek, meg mindenki jön, és szívünk nem dobban, nekünk be lehet adni, hogy délibábos, meg nem igaz, hihetetlen erővel kéne kutatnunk, mindenféle akadémiai és egyéb hivatalosságot, ha kell félreállítva, és utána menni ezeknek a dolgoknak, elmondhatatlan kincs hever ott, magyar nézőpontból, aminek én most, mivel a könyv magáért beszél, legalábbis ott összegyűjtöttünk mindent, amit lehetett. A lényege, hogy felhoztak egy emberi fajt a saját szintjükre. Ez adja, ezért titkolják az óriási csontvázakat. Ez adja a hatalmas különbséget, hogy fennmaradtak a rajtunk segítőknek az óriás méretei és maradékai, ezt úgysem lehet sokáig titkolni. Tehát az interneten olyan tömegben terjed. Most még azt mondják, hogy hazugság, meg beállított fotó, meg hasonló, de most már találtunk olyan szájtokat, hogy leírják, hogy ki a mester, aki kiásta, mikor történt, hol vannak a csontok. Tehát ez nem ilyen egyszerű, óriási. Például Spanyolország a legutolsó, ahol többet is találtak, szóval fantasztikusan nagy dolgok ezek. És talán a következő képet nézzük, azon jobban el tudom mondani. Nem, kettőt, még egyet menjünk. Ezen csak a DNS-eket akartam mutatni, mert mindenre nincs idő. Tehát ez a terület, amiről beszélünk, Mezopotámia vagy Éden, ahol ez a történelmi beavatkozás történt, és az első emberpár egy különleges képesség birtokába jutott. Magyarul ezek a félisteni segítők maguk sem tudták, hogy mennyire sikeresek. A Biblia bűnbeesésként tárgyalja a szexualitást. Ez okozza a nyugati civilizáció tragédiáját. Ne felejtsétek el, direkt mondtuk ezt a Viktória királynő idején történő hozzáállást, meg ahogy most bánnak a nővel, meg a szerelemmel. Tehát végig voltak éppen keresztény kultúrkörben, ha úriember vagy, nagyon-nagyon nehezen tudod megfogalmazni, vagy kifejezni magad, hogyha a szerelemről, vagy a szexualitásról. Egyébként most direkt mondom többször, hogy fusson át rajtunk, hogy mi egy olyan világ fiai és lányai vagyunk, ahol a téma olyan szinten nincs kitárgyalva és kibontva, hogyha vallásomból indulok ki, akkor azért hoz zavarba, tehát hogyha keresztény vagyok, ugye? Ha pedig nem, akkor azért, mert titkolom az önzésemet és az érzékiségemet. Egy szóval mindenkinek gondja van ezzel az egésszel, és ennek az a csírája, hogy a férfiasságunkban és a nőiségünkben van elrejtve a megváltásnak az energiája. Ez okozza az óriási problémát, hogy nem beszélnek róla. Én mivel gyakorlom ezt, és nem lettem démoni, vagy sátáni, vagy gyenge, vagy beteg, vagy perverz, vagy hasonló. Tehát ezért merek róla beszélni. Egyszerűen azt vettem észre, hogy valami óriási igazságot mond el a maga nyelvén a sumér hagyomány, nevezetesen az élet vagy a tudás fája egy hatalmas titok, amire a rajtunk segítők sem számítottak, hogy az ember képes volt szeporodni. Tehát ők, a sumér agyaktáblák azt írják, hogy munkásokat akartak maguknak. Nem hibrideket gyártottak, nem gondoltak arra, hogy ez az emberpár, ez nekilódul a szaporodásnak, felpörög az intelligenciája, és társává szegődik egy magasabb tudatosságú
csoportnak. Óriási meglepetés érte őket. A sumérok nem úgy folytatják, hogy lángoló karddal kikergettek minket. Remélem, hogy nem bántok meg senkit. Ezt most csak történészként mondom, nem vallástörténészként, és senkivel sem vitázva, hanem konkrétan ez az anyag azt tartalmazza, nemhogy nem haragudtak meg, hanem megdöbbentek. És örültek, hogy ez ekkorát léptek, ez ilyen jól sikerült, és a dolog lényege, hogy a Kaukázushoz telepítették ki az embereket, a Kaukázus köré. Most aki hallja a turáni őshazát, meg ugye, tehát a Kaszpi Aralto vidéke és a Kaukázus környéke, ezért jelent meg azonnal a szántásvetés, a gabona, meg hasonló az összes többi dolog. Még a Mezopotámia északi folyóját is, hát én nem látjátok hátulról, de még mai napig úgy hívják, hogy Zab. Persze mindenki azt mondja, hogy Záb, hogy nehogy rájöjjünk. A magyar nyelv jobbról balra és balról jobbra is értelmes volt. Pont azért, mert az egység nyelve volt, és nem a dualitás nyelve. Tehát számos például azt mondta, hogy kerek, még maradt egy-két ősi szó. Csak egy példa, ugyanígy az ősgabona neve el van dugva ebben, hogy zab, visszafele, búza. Tehát a magánhangzót mi soha nem jelöltük. Aki emlékszik, vagy tanultok, nem tudom, ki tanul magyar rovásírást. A legősibb rovásírásban nem jelöltük a magánhangzókat. Nem tudom, ki ismeri ezt annyira. Tehát ha például mondok, én szegedi voltam, ha hívtak Szegeden játszani, akkor azt mondták, Atikám, jössz föcizni? Valami ilyesmire jött ki. Elköltöztünk Salgótarjánba, a gyerekek kiabáltak fel, Átillá, jössz fácizni? Ugye? Tehát egyszerűen a magyar nyelv megen, és tisztán értem, teljesen mindegy, ha elmegyek Szombathelyre és vasi magyarokkal beszélgetek, vagy Bíkis Csabai ível, nem zavar. Tehát úgy halljuk, hogy ízes tájszó, annyira konzervatív és tökéletes a nyelvünk, hogy kibírja a magánhangzók átalakulását. Tehát ezért mondtam egy példát, hogy voltak éppen az ősgabonának a jelentése, innen nézve, onnan nézve, az is meghúzódik ebben. Mind az egyiptomiak, mind a sumérok, mind az asszírok, vagy a káldeusok megőrizték ezt a momentumot, ha úgy tetszik, és kilépünk a mostani megszokott európai vallásfelfogásból, most tudósként nézzük a dolgokat, akkor azt látjuk, hogy a kereszténységgel ellentétben ők nem egy olyan jellegű édeni történetet írnak le, vagy emlékeznek, mint mi, hanem akármelyik ősnép kultúráját nézzük, egybehangolóan azt mondja, hogy valaki segített rajtunk. A dolog lényege pont az, hogy képessé váltunk arra, hogy megismertük a szerelmet és a szaporodást, és amit ki szeretnék emelni, nem igaz, hogy a nő alárendelt helyzetben volt a férfival szemben, hanem az összes ősi írás, beleértve az indiaiakat is azt mondja, hogy egyszerre lépett a történelem színpadára az, akit értelmes embernek nevezünk, és a régi nyelvekben ezért nincsen nem, hogy hím nem és nő nem vagy hasonló, fel sem merült a régi emberben, hogy azért, mert a nő izomereje mondjuk gyengébb. Mert egyébként mi más magyarázna a patriarhátust? Tehát most gondolkozzunk el ezen, ha így bánunk a világban, mindenki ellenségünk, ugye a globalizmus, erről beszéltünk, világos, hogy a nő csak a rövidebbet húzhatta egy ilyen erőszakos rendszerben, hát úgy volt vele a férfi, hát anyukám, hát nem fogadszott, puff, vagy a hajánál fogva a feleségül vette. Ezt hívják patriarhátusnak. Tehát az eredeti rendszerben ez elképzelhetetlen volt, hanem pontosan tudták még. És ez egy nagyon fontos dolog, amit vissza egyik oldalunk, ugye nem tudunk megjelenni istenként, eredeti lélekként. Tehát ketté vagyunk hasítva. Maga a dualitás lényege, hogy férfiak és nők vagyunk. Tehát ha most a valláson túl, hát a tükörbe megnézzük, vagy egy képen a férfi és a női testet, látszik, hogy átmenet van a kettő között. A férfi is idézi a nőit mind a mai napig, nem? Mert teljesen értelmetlen lenne. És a nő is idézi maga módján a férfit, ami szintén teljesen értelmetlen. Valójában a lélek üzenete, aki se nem férfi, se nem nő, és nem kétnemű, hanem ősnemű. Tehát az eredeti tökéletes lény, aki valójában a lélek, az egyszerre bír a férfi és a nő képességeivel. Hogy lehetne ezt hierarchikusan szembeállítani? Ugye a freudizmus más sem tesz, mint a szexualitásra hivatkozva szembeállítja a kettőt egymással. Valójában az agyunk egyik fele férfias, a másik fele nőies, és az igazi misztikus tudás, hogy ezt a kettőséget egyesítjük. Ebben nem lehet nagyobb szövetségesen, most direkt mondom így a páromnál, hiszen ő fogja képviselni az életemben a női oldalt, vagy az ő életében akkor én képviselem ugye a férfi oldalt. Tehát ebben is igaz, hogy itt egy hihetetlenül fontos és komoly tudati, szeretetbeli, szerelmi szövetségnek kéne, hogy legyen. Tehát teljesen más felfogás, mint ami a nyugatot jellemzi. Ebben nincsen hierarchia. Bár van egy indiai mondás,
nagyon aranyos, azt mondja, a férj az a király, de a feleség az első miniszter. Hogyan lehet béke a családban? A miniszter javaslatot tesz. Ugye, csináljuk ezt meg ezt, amire a király azt mondja, természetesen. És működik az élet, ennyi a hierarchia. Úgyis a nő jobban, sokkal praktik, a védák kidolgozottan írják, minden nő jobban látja a színeket. Tehát más adatot nekik. Jobban hal, ezt nem is hinnénk, másként érez ízeket. Sokkal jobban otthon van a formák egyéb világában, tehát a keleti férfi az tökéletesen tisztában van azzal, hogy erre a szövetségre neki szüksége van. A férfinek más az erénye, az okadatolt, pragmatikus gondolkodásban, a logikában jó. Tehát erőt és támaszt ad a nőnek a gyors logikájával azzal, hogy áttekinti a problémákat, amire meg a nőnek van szüksége, különben benne maradna a szentimentalizmusába. Hol van itt ellenségesség? És ennek a tükre a bal meg a jobb agy férteke. Tehát nevén nevezve, kezdetben fizikailag állunk egymás mellett. Ugye ez direkt illetettem egy bibliai ábrázolást, tehát látjátok, hogy az említett fa az Édenben, remélem ez nem bánt senki, tehát én csak tényeket közlök, semmiféle vallásos ízét nem akarok hozzáfűzni, csak hogy, és ráadásul azt idézem, amit keleten írnak erről. És mellette áll a férfi és a nő, természetesen azért mesztelenül, mert a nemiségnek itt óriási jelentősége van. Tehát három energia van bennünk, de ebből csak kettőről tudunk. Fogalmilag arról sem, mert nyugaton nem tanítják. És az egyik energia a férfi oldalunk, ezt úgy hívják, hogy ida a szanszkrit nyelven. Jó mondom? Keverem? Pingala. Egyébként a bölcsesség az női természeti dolog, én csak beszélek. Tehát a pingala a férfi energia, és akkor az ida a női energia. Egész addig azt hiszük magunkról, hogy férfiak és nők vagyunk, ez a titok, amit nem mondanak el nekünk, amíg föl nem ér a harmadik szembe a két energia. Mózesnek az a híres botja, Szadduceusz, ha jól mondják, ugye ez a kígyós bot, emlékeztek rá? Hogy a két kígyó felkúszik, és a fejek így metszik egymást fent. Ez nem héber szimbólum, hanem egyiptomi, mezopotámiai és indiai mind a mai napig így van. Ugyanis ellentétes irányban mozog a testünkön belül az agyunk felé ez az energia, a pingala meg az ida, úgy, mintha varnál két tűvel egyszerre. Ez okozza, hogy aki nem világosodik meg, az elhiszi magáról, hogy ő férfi. Ugye? Emiatt vonzódni kezd egy másik testhez, aki a nő. Tehát nem világosodhat meg. Az, aki nőként nem világosodik meg, az azt hiszi magáról, hogy nő. Mit tehet? Hogy az élete értelme, fizikai élete értelme a férfi iránti vágyakozás lesz. Ha ismerjük legalább a filozófiát, akkor tudjuk, hogy ebben társak vagyunk, és a cél, hogy megértsük, hogy nem, a lélek az mind a kettővel rendelkezik. Ha most lenne közöttünk egy atya, egy pap vagy egy lelkész, az azt mondaná, hogy igen, valójában a férfi és a nő közös életének célja nem az, hogy egymással néznek, hanem felső szinten egyszerre tekintenek Istenre. Azonnal más célja van az életnek, ha tudom, hogy nem a test vagyok, de ezt azért mondom el így, mert lényeges, hogy ez megvalósítható. Ez volt a régiek hatalmas tudása. Nem is tudom, hogy hoztunk-e erről képet, nagyon fogy az időnk, csak akkor inkább fejből mondom, emlékeztek a fáraó szobrokra, a kígyó a homlokon, ez nem valami pogány démonizmus, hanem pont annak a szimbóluma, hogy ez a valóban kígyózó mozgást végző benső energia fölér ide, és próbáljon valaki hazudni a szakrális uralkodónak, aki nem evidági szemekkel látja a valóságot. Még Attila király is híres volt arról, hogy be se léptek a sátrába, vagy a fogadó termébe, már átlátta a hazugságot, az összes csapdát, árulást és merényletet, kivéve az utolsót, ami ugye sikeres volt. Minden férfi szentimentális, hát a nőre nem gyanakodott, a szent római lányra. Mennyi időnk maradt? Jó, azt nézem, hogy hát rengeteg anyag van még, amúgy azt gondolom, hogy inkább menjünk el a legutolsó képre. Nem oda menjünk el, elnézést. 10 perc van még? Bocsánat, tehát egy 600 oldalas könyv, azt se tudom, hogy miről mondjak le. Akkor odáig menjünk el, ahol a jógi ül a kétféle Visnóval egymás mellett, jó? Én meg közben mondom. Tehát az őstudás az nem vallásosságot jelentett, hanem benső megvilágosodást. Minden nyelven az szamádi is, minden nyelven megvilágosodást jelent, mert a lélek fényének kéne feljutnia oda,
hogy végre befejezzük a fizikai testekben való bolyongást ebben a világban, hiszen ha a halálom előtt át tudom élni azt, hogy én nem férfi vagyok csak, vagy nem nő vagyok csak, hanem egy transzcendentális örökkévaló lény, az abban a pillanatban óriási kihívás az egész társadalomnak. Most képzeljük el azt, hogy nem csak néhány ember jut ennek a belső tudásnak a birtokába, egyre többen és többen. Mire mennek ilyen emberekkel a pénz és az egyéb elképesztő érzékkielégítő ideológiákkal és megtévesztéssel ebben a világban? Van egy problémám, erre gondoltam. Még ez egy magyar, hogy nincs olyan, ami pártus. Azt mondja, hogy na mindegy, minden képet nem tudunk. Tehát arra gondoltam ezzel a témával kapcsolatban, hogyha nem értjük ezt az energiát, ami a férfiben és a nőben van, és ettől ugye mondjuk, hogy feleség, tehát nem is titkoljuk, hogy fél emberek vagyunk, nem? Vagy a nőről is mondják, hogy fél ember. Tehát érezzük, hogy valami. A tragikus az, hogy testi értelemben az illúziónk lényege, hogy a másik nemben akarunk kielégülni és boldogságot elérni. A magyar nyelv üzeni, hogy nagy baj van, mert úgy hívjuk ezt a dolgot még ma is, hogy nemi élet. És nem obszénkedni akarok, vagy valami, de benne van a szóban, hogy hatalmas tévedés, hogy nem. És ez nem morálteológiai megállapítás, hanem hogy tévedsz, ha azt hiszed, hogy az abszolút boldogságot, vagy örök boldogságot a másik nem adja meg. Addig erről pedig mégsem tudok leszállni, vagy abba hagyni, hogy ne egy szerelemben keressem a kielégülést, míg nincs más tapasztalatom erre vonatkozóan. Képzeljük el az embereknek azt a körét, és ezek voltak a magyarok, ugyanis ezt el akartam mondani, a hunoknak hívták a nemzetet, hunságnak, ez anu vagy van Istennek a nevéből van. Minden világnyelven ebből jön az egy. Uno, van, akárhol nézed a nyugati népeket, a van, az Isten, az egy, az an szóból indulunk ki. Tehát nevén nevezve, abban a pillanatban, hogy valaki megvalósítja, hogy lélek, hol keresi a szerelmét, az nem a világi lény lesz. Vagyis visszamegy a saját dimenziójába. Ez egy pártus fennmaradt ábrázolás, és ugye az Istent úgy hívjuk magyarul, hogy mindenható, és Pátiában nem virágcsokrokkal ábrázolták a tudatot. Tudjátok, a csakra meg a csokor ugyanazt jelenti. Csakra, csokor, a szó szerint csakra, a szanszkrit azt jelenti, hogy csokor. És mindig virágszirmokkal jelzik a hét szentséget. Az ember, aki anyagi testnek hiszi magát, az alsó háromban él, emiatt egy háromdimenziós világban kell lennie. Gyökércsakra azt jelenti pénzügyek, a második csakra azt jelenti elveszni a férfinői küzdelmekben, tehát olyan párkapcsolati vívódások, a harmadik csakra azt jelenti le akarom nyomni a többieket. Mindig egyfajta hiú becsvágy motivál. Kárpát-medence meg azt jelenti, hogy szívcsakra. A fordulópont, amiért küzd ez a korszak, az a szív, ahol a lélek lakik. Ha ide be tudunk lépni, és érzékeljük, hogy lelkek vagyunk, és nem néhány kiló vegyszer, olyan óriási benső tudás, hogy emlékszünk még Krisztusunkra, egyetlen egy törékeny emberről 2000 éve beszélünk. Miért? Mert szerintem az igazság vagy a szépség az isteni, vagyis elkoptathatatlan. Mi akár férfiak vagyunk, akár nők, lehet, hogy fiatalkorunkban szépek vagyunk, de megöregszünk, és már nem vagyunk szépek. Ez annak a bizonyítéka, hogy formailag vagy fizikailag nem az igazi szépség birtokosai voltunk. Nem? Se férfiként, se nőként, de a lelkünk. Tehát az isteni szépség, azt nem lehet elkoptatni. Ezért beszélünk róla még ma is. A pártus hunok körökkel, néha pedig almákkal jelezték a tökéletességet, ugye a hatalmas, a hatalmás. A megvalósítás, tehát ugyanúgy náluk is megmaradt a megvilágosodás, a káprázat volt a hetedik csakra a teljes megvilágosodásnak az elnevezése. Na, annyira fogy az idő, hogy lemondok egy sor dologról, és utoljára menjünk rá arra, ahol lómása látható. Az ősapánkról még 5 percet szeretnék mondani, aminek óriási a jelentősége szerintem. Minden nyelven fennmaradt a Nimrudról szeretnék pár szót. Ugyanis az Árpádház az egyetlen olyan uralkodóház, aki folyamatosan állította magáról, hogy Nimrud ősatya családjából vagy leszármazási láncából származik. Attila király is erre hivatkozott, és Árpád fejedelem azt állította, hogy ő a szép unokája Attila királynak. Ugye úgy mondják, hogy szép unoka.
Tehát akkor álmos volt a dédunoka, most egy kicsit már én is elfáradtam, bevallom, de tény az, hogy Árpád fejedelem úgy tartotta, hogy ő a szép unoka a leszármazásban. És azért nagyon érdekes Nimrudnak az esete, aki nagy vadász volt az úr előtt, mert az összes ős nép, tehát a sumér, egyiptomi, indiai, tehát most Amerikáról ne beszélj, mert akkor tényleg még 3 órát kéne beszélni, de még ott is fennmaradt ez a hagyomány, pozitívan és gyönyörűen beszél Nimrudról. Érdekes módon az Ószövetség egyedül őt tesz kivételt, érezhető minden sorban, hogy különösebben nem kedveli, sőt rá van fogva a bábeli torony építése és a nyelvek összezavarodása. Most ezzel szemben azt találjuk, hogy Egyiptomban Nimrudot úgy hívják, hogy Ménész vagy Ménős. Magyarul még ma is azt mondhat, hogy Mennyország. Tehát az ő nevéből származik, csak hogy pontosan tudjuk. Ezért áldozunk fehér ményt, vagy áldoztunk erre emlékezve. Indiában úgy hívják, hogy Manu, és szerintem majd folytatjuk egy alkalommal. Manu írta, ez a hatalmas király, ennek az egész Egyiptomtól Indiáig terjedő óriás területnek a királya, hiszen ha olvasod a Bibliát, akkor először úgy írja, mivel a zsidók már a babiloniai időszakban éltek, amikor ezt írásba foglalták, ők úgy írják le, hogy először Babilon uralkodója volt, majd Asszíriáé, és így tovább egész Indiáig leírják, hogy milyen városokat alapított. Vagyis könnyű belátni, hogy az ismert világ ura volt ez a fantasztikus lény. A szanszkrit írások azt írják, hogy minden világkorszak élén megjelenik egy szakrális világkirály, akinek az a feladata, hogy törvényt adjon az emberiségnek, és a szent királyok, a szent uralkodók az ő véréből származnak, akik egy olyan speciális erővel bírnak, hogy fenntartják a fény, a lélek és Isten kapcsolatának kultuszát. Ezt a madarat hívták Turulnak, egyébként szanszkrit nyelven is a megvilágodás, a fénynek a Indiában vagy Egyiptomban Horus, nagyon érdekes, hogy szanszkrit nyelven fordítva olvasták, tehát a Horus szóból jön a szúró vagy szúrja, napisten. Most rövid leszek, mert valahol véget kell vessünk. Ez a Manu úgy hívta az emberiség törvénykönyvét, amit ránk hagyományozott, mai napig olvasható, hogy Dharma. Ami pedig ebből lett, az pedig a Tóra. Tehát óriási különbség van a kettő között. Tudjátok, hatalmas. A Dharma az a fényvallásnak a kötelességrendszere, hogy mit tegyen az ember, hogy összekapcsolódjon az éggel. A Tóra pedig lett egy törzsi vallásosságnak az alapja. Ez hatalmas különbség. A mostani könyvünkben már pápáktól, tehát a katolikus egyház fejétől veszünk írásokat, ahol jelzik, hogy alapvetően és egyszerűen meg kéne mondani az embereknek, legfőképpen pedig a papoknak, hogy nem tartható tovább az Ószövetség és az Újszövetség közötti hagyományos kapcsolat, mert a modern régészet, nyelvészet és történettudomány már értelmezhetetlené tette az egészet. Így lett Brahmá ősatyából, aki maga Isten, Ábrahám, Brahmá feleségéből, a szűz istennéből, a Sarasvatiból, Sára, és hosszan tudnám folytatni, tehát szinte csak betűk különböznek, és folyik egy hatalmas szellemi küzdelem, aminek a lényege az, hogy úgy, ahogy a magyar nyelv problémát jelent, ezért kell harcolni, hogy nehogy kiderüljön, hogy a sumér meg a magyar párhuzamos. Egy óriási harc folyik a szanszkrit nyelv ellen is, mert hogyha régebbi, mint a héber, akkor nem írhatták az indiaiak a Tórából a saját filozófiájukat. Tehát csak nekem most 2 órám volt erre, olyan hatalmas szellemi csata folyik, úgy, ahogy a gazdaságban, vagy a népek fönnmaradásáért minden nap folyik ez a harc, ugyanígy a szellemtudományban és a vallásokban is hatalmas küzdelem folyik, mert ha igazolni is bizonyítani tudjuk, és az indiai mesterek sokat tesznek ezért, hogy a szanszkrit nyelv jóval ősibb, tartalmasabb és pontosabb, de még az, hogy hívják. Hát a szanszkrit azt jelenti, hogy szemurak irata, vagyis a sumér bevándorlók, menekülők. A másik elnevezése Devanagari, ami azt jelenti, hogy isteni magyar. Egészen különleges kincsek vannak, tehát most azzal köszönök el tőletek, hogy nem véletlenül mondta nem sokkal a halál előtt Körösi Csoma Sándor, hogy keressünk, utassunk. Én most csak egy szegmensre mutattam rá, hogy milyen források vannak. Mindenképpen fontos lenne az ifjúságnak, a magyar új generációnak, akik már nyelveket beszélnek, számítógépük van, tehát összehasonlító nyelvészettel foglalkozhatnak. Már nem kell könyvtárban ülni, hogy 10 oldalt megtalálj, hanem minden fönt van a szervereken. Olyan tudáshoz lehetne jutni, hogy nekünk annyira van erőnk, hogy utakat törünk, hogy erre érdemes lenne, vagy arra, vagy amarra. Tehát hatalmas dolgokat találtunk meg magunk is. Kérem, hogy ezt amennyire lehet fogadjátok el, vagy fogadjátok be. Szerintem
a legszebb és legcsodálatosabb, legmegrendítőbb valósága az lesz az emberiségnek, azt mondta Albert Schweitzer is, aki organoművészből lett afrikai orvos, tudjátok, hogy az emberiségnek föl kell készülnie arra, hogy egyszer számára ki fog derülni, ki volt a történelmi Jézus Krisztus. Tehát mi ezen dolgozunk. És nekünk is megrendítő lesz, de fülig fog érni a szánk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és megfolytatjuk a közelet.